Halló, halló! Itt vagytok? Nem. Jó, akkor múljó nincs itt. Kedves barátaim, azért gyűltünk ma itt össze... Ja, jav, basszus! Sziasztok, azt hittem temetésem vagyok. Is, vagy esküvőm. Is, is, is. Úú, nagyon szeretnék egy-két dolgot, embert megfojtani egy, egy, egy kanál nagyot. vízbe. Temetni, igen. Temetni a tem. Hú, lapátot. Izi be. Na mi a hányás, ja. brothers? Nem tudom, ki kezdje most a, a... Sziasztok! Mi történt veletek a héten kezdetű te voltál. népnemzeti... Te Hogy voltál, tehát akkor nem te kezdesz. Hát, te kezdjed, Krisztián. Én kezdjem. Hát velem túl sok minden nem történt. Végre egy kis szusszanásnyi időhöz jutottam, úgyhogy tudok dolgozni. Ez egy újdonság erejével ható fejlemény, úgyhogy javarészt dolgoztam. Ez történt velem. Kivéve, amikor nem Csárli csicskáztatott, hogy ez a ez csinált úgy, az legyen inkább olyan. És akkor, akkor azokat csináltam. Nem hiszem, mert ez nem így van. Aki most nézi, mert élőben vagyunk egyébként, a, 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 a hol. Szia anyu! Facebookon, igen. Úgyhogy várjál, mondjad, hogy várjál Krisztián, mondjat, hogy szia anyu, én meg majd tátogok hozzá. Szia anyu! <laughs> Ez tök jó lesz egyébként élőben. Uh, ja, úgyhogy a Facebookon kint vagyunk. Néznek minket, képzeljétek, 58-an, betolyok. Valahogy úgy kéne rakni a telefont, hogy lássam. Mert nem akarom egyszerre a kettőt. Hát ah, ide támasztjuk a géphez, ha lebillen, akkor majd. Világ Hát persze, hogy elfelejtettem, hogy mi történt tőlem a hét. Éreztem. Mondjad. Mondjad. Pénteken. Pénteken volt a világ legjobb napja ebbe az évben. Találkozhatta velem, vagy mi? Nem, pénteken, még időben megint a törvényszéken jártam leadni a perre a nyilatkozatomat, a maga 18 oldalával, meg a 150 oldal mellékletével, amit ismét nagyon köszönök neked, Csárdi, hogy három példányban, tehát ilyen jóformán targoncával kellett közlekedni. Én épp papirot. azt akartam mondani, hogy kell már neked vennünk egy molnár kocsit, Krisztián. Ja, ja, egy olyan békát, és így tologatom rajta. Az a Molnár kocsi egyébként? Az ABK-nak a, a Nem. hivatalos? Neve. Nem, a Molnár Nem, kocsi az, ami, ami olyan, mintha függőleg, függőlegesen van két rúd, enyhén meg van hajlítva a markolat, és alul mint egy, mint egy lapát, hogy így a, a, azért Molnár kocsi, mert hogy alá dugod ja, a lisztes zsák ja. alá. A zsákot vitték rajta. <kül> ah, olyannal szokták hozni a ZoPlus-ról a macskásztúrcokat, amikor nehezek. Igen, megvan. Hát ja, lassan lassan szükség lesz egy ilyenre és ezzel még nem volt vége, ez csak így indult a nap, tökéletesen klaf, volt. Utána édesanyámat elvittük megpatkolni a Jánosba, mert végre a fekvőkipszére megkapta anyád? a sarkát. Kenta úr. Nem, nem kent nem. Gipsze van. Csillámpó. hogy elvittük megpatkolni. Hát meg kent a hát ennyi. Érted. Van ez így bármilyen családban előfordulhat. Nem szóval megpatkolták, megkapta a járó gipszét, a fekvő járógipszé, járó van járó sarkat, úgyhogy most már tud mocorogni, és aztán ezek után még a nap abban kulminálódott, csúcsosodott ki, hogy a nagyobbik hugommal elmentünk két árva kis cicáért, és ő ideiglenesen befogadta őket, és a hétvégén meg is látogattuk őket, elképesztően bájos néhány hetes kis cicák, és nagyon úgy néz ki, hogy sikerült gazdit találni mind a kettőnek egyszerre, úgyhogy nem, nem választódnak el egymástól a kis jó szágok. <laughs> és ez aztán föltette a pénteki napra a, a, a koronát, iszonyat édes pofa, nagyon cuki kis cicák jó szágok. Úgyhogy így ez, ez történt velem, még bónuszba. Charlie kezd el ismét, hogy mi történt veled a héten. Mi történt veled a héten? Hát kérlek szépen, ha már így, Hát kérlek szépen, á, semmi. Hát, Ha már így átadtad a szót, a műholdakról is látszik már a Dóci betonozás szaga második fölvonása, a diofa, diofa alatti kiülő betonozását illeti, az 3x5 méter méteres plac lett kialakítva, hogy majd jövő nyáron, amikor az alternatív Magyarország eléri a csúcsát, akkor mi ott egy, egy harmadik dimenzióban ki tudjunk ülni, és a most egyébként már úgy néz ki, hogy uh, hasas birkát levágva, és azt uh, mint uh, belezippelve egy gyönyörű szép uh, bográcsban megvárjuk, ami kellő, kellő hőfokra melegedve kellő időt uh, fürdik ebben a paprikás levesben, és utána ezt jó ízűen elfogyasztjuk. Na de hát ez a jövőre vonatkozó uh, terv. De az a lényeg, hogy ezt így szombaton be tudtuk fejezni. Illetve hát elfogyott a fű a kertből, gyerekek. Tehát ez azért így azt jelenti, hogy itt van az ősz, itt van újra, és meg kellett kezdeni a körbálás széna adagolását minden reggel a meglévő juh állománynak, úgyhogy annyira nem vagyok boldog, mert most már minden reggelem egy ilyen félórás szagával bővül ki, plusz favágás, ez nagyon fontos. Figyelj már, Fifika, ugye... akkor nálatok a széna a juhé? <laughs> hát annyira nem juhé, Charlie, tehát hogy é, minden reggel ezzel... Ezzel induljon a napod, érted, hogy följössz ilyen félkómásan, fölkezd, az, kimész a fürdőszobába, aztán már azon jár az eszed, hogy basszus. Megint a juhokhoz kell menni, szénát adni, vizet tölteni, fát hasogatni, és akkor. Na. Mindegy, hát ezt úgyse tudjátok, városi ficsúrként átélni ezt a történetet. <kül> De. Nagyjából nekem ez foglalta el így a hét. Ja, és föltöltöttem a halastavat, mert hogy jön a hideg, és vermelnek a koi pontyok szépen lassan. Most már nem kapnak eledelt, úgyhogy leköltöznek a tó kettő méter nél is mélyebb középső részébe. A Dóci Mariana árokba? A Dóci Mariana ez <laughs> <laughs> ez nagyon jó tuma. És, és várjál, várjál, várjá, ki, ki, volt az, aki lement <laughs> uh, ott forgatni a sötét... Nem, a sötétség, vagy a mélységet forgatta ott? Ki forgatta az avatárt? Uh, Ú, de ciki. Hú, Cameron, James Cameron. Igen, James, Cameron, James Cameron lem, lemegy mint egy két méter mélyre, <laughs> de úgy, hogy csak így ledugja a fejét, hogy vagytok halocskát. Na, na, ennyi. Azt már az új iPhone is tudja, szerintem, nem, Charlie? Igen, igen. Két, két métert, azt már simán. Sőt, mutatta a Vangelis szól. Mutatom a, a mu mutatom a nézőknek, hogy és tudja az új Apple Watch is, ami a karomon van. Köszönöm szépen. Megjött, fiúk, megjött végre. S szép, mint mindig ah. én nekem. Most egy picit távolabb megyek, mert nem fér be a kameraképbe. Ha, Szét, is az Szét is esik. is szóval... esik. Kettő darab Apple Watch. Ekkora a doboza. Én nem akartam, így, nem akartam elhinni. De... Nagyon zsöli. És minek neked kettő darab? Egy a jobb kezedre, egy a balra. Nem, egyiket töltöm, a másikat hordom. Ó, nem. basszus, ez nem jutott eszembe. Nem. Ó, az egyik málás az egyik málás, a másik meg, meg, meg mit tudom is, én barackos. Nem, 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 nem. egyébként az egy a Csabi barátommal vettük, aki nálad volt kedden, kedden, úgyhogy hát már az új kettest vettük meg, ugye GPS van benne, <coughs> kirezgeti a vizet, zseniális egyébként, hogy kirezgeti magából a vizet ilyen kis hanglökés hullámokkal. Úgyhogy <coughs> Ennyi körülbelül. Mert van, van benne víztároló rekesz? az úgy van, hogy igen, oda fölveszi, mint a teve, és mikor megyek, és szomjas vagyok, akkor megnyomom a gombot, és ugye számba löki a vizet, te Én azt hittem olyan, mint Szenencs a cirkorú, a vagy hogy összegyűjti a vizeletedet, és akkor utána abból vizet gyárt. Ez mi, milyen komoly, hogy itt van a telefon a monitor mellett, és láttam, hogy már vannak új bejegyzések, így scrolloznék, és a laptopnak a azért touchpadját kezdem húzgálni. Mennyire hülye vagy, Charlie? Nekem inkább az ütött eszembe a két Apple óráról, hogy Charlie ilyen óra óraüzér üzemmódba megy, és csuklótól könnyékig tele lesz Apple órákkal. Is. Tehát tudod, ha valakivel meglegyen... találkoztok, a Blahán, aki így <laughs> megszólít titeket, hogy eplvacs, eplvacs, Nem, Apple Watch. az úgy van, tudjátok, hogy meglegyen a transzparencia, hogy egyiket jobb, másikat a bal kézen, és hogy mennyivel másabbat mér a kettő. Olvasok Jó, pár Isten. kommentet, mert rengeteg jött egyébként. 73-an néznek idáig, és érdemes lesz minket nézni. Azt azt nem tudtam veletek, írtam nektek a csoportunkba, de nem lehet, hogy nem láttátok hogy annyi felajánlásunk van, hogy hadd vegyem a feljogosítást, hogy ebben az adásban most élőben kettő darab ö, díszbemutatóra szóló kupont ki fogunk sorsolni. Ami Meghívót. Meghív hát kupon, meghívó, ami az after party, ezt nem azért húztam be az ujjam, hogy fuck you, ami az after is érvényes lesz kettő darab <coughs> úgyhogy érdemes minket nézni. Valamikor az adás ö, egyik pontján, ha beleegyeztek. Ó, hogy meg! Természetesen. Ren, check. Öh, Körmendi Vilmos, mai hír, Lázár úr be akarja vinni az elcigit a trafikba. Welcome to real world, Neo. Hát ez... <coughs> ez tegnap is volt az élőben, tehát ez tudjátok, az index... <coughs> Hallottad? Hallottatok? Hallottatok? Nem lesz egy cigi, csak a trafikba, trafikba lehet csak kapni egy cigi. Lehet, hogy valakinek előre hozták a medvetéli álmát. Vagy igen, túl korán ébredt, vagy nem tudom. Tavaly elaludt, és akkor így fölébredt. Azt, tudod, így kinyitotta az újságot, trafikba az ECG. Azt a kurva, ezt nem írta még meg senki, és beírta. Következő Ilyetek komment, ez a... Mújó neked szól, gazdag Ferítő. Kölcsönadom a 13 éves swift jobb, mint egy Molnár kocsi. Nincs jogosítványom. Nem is azzal benzinne benzinne. Tehát... Boris írta, mújó anyukád, Rarity vagy Apple Jack. Hallott? <laughs> tegnap, láttad, tegnap láttad boris Nem értem a kérdést. Nem is akarjuk érteni, igen. Hogy uh, Borisnak láttad a tegnapi videóját? Nem. Úristen, mit hagytál ki, azonnal menj fel az ecg Elmondja benne, Éront üdvözli természetesen, és elmondja benne, hogy nagyon jó, hogy idehozzák a, a filmet, én küldtem neki Oroszországba ö, meghívót, és egyébként ez nagyon jó helyen van, mert ő vépel, az édesapja is vépel, a nagypapája is vépelt, sőt a nagypapájának az apja is már vépelt, úgyhogy az egész család vépel. Nagyon hallotta, hogy nagyon, nagyon, híres ez a film szerte a világon, és találkozik Éronnal a díszbemutatón. Úgyhogy, úgyhogy már az oroszok is. Már az oroszok is. Charlie, és bevetted a dress code nem. Hát ugye. Nem, nem, nem. <tosz> Na, olvasom tovább. Ö, valahol olvastam, hogy Odeonban később meg lehet majd nézni. Ezt úgy mondanám, hogy az Odeon az, Odeon az, Odeon aki itthon a terjesztéssel fog foglalkozni. Ha akar. Ha akar. Ezt azért te te tegyük hozzá, egy egyáltalán nem biztos. <coughs> De igen, valószínűbb, hogy biztos, hogyha ütős, teltházas házas díszbemutatót sikerül tartani. Úgyhogy mindenki hozzon mindenkit. Igen, aztán Fater üdvözöl mindenkit, és a többi, és a többi. Halló, halló. De aztán mondok én is egy pár ö, hírt nektek, hogy mi történt velem a héten. Igazából semmi, de ma voltam, ö, ma voltam a nyomdában leegyeztettem a, a, passzokat meg a plakátot, és, és akkor azt majd valahogy úgy kell megoldani, Fifika, hogy neked mondtam telefonba, hogy majd valami egyenleg közlő, vagy ilyen átutalási értesítő, vagy mi a túrót kérnek, és, és akkor utána, utána adják Oké, ki az utcot. Mondtam, hogy az a semmi gond, de, de nyilvánvalóan csak uh, valamiféle Papír után tudunk uh, utalni. utalni. Persze, persze. <coughs> uh, mújó azt neked mondom, mert neked nem mondtam, hogy uh, végül is azt döntöttük fifi -kával el, hogy a, a az a 270 mikronos uh, műanyag az uh, egy, az hogy uh, olcsóbb is, kettő, hogy uh, jobban néz ki, mint a mint a laminált uh, 300 g papír, úgyhogy amellett tettük le a voksunkat, mert mit tudom, is, én 100 darabnál az egyik 20 ezer forint, a másik 30 ezer, tehát azért az, az, nem kevés különbség. Adjuk meg a módját. Ja. Úgyhogy... Szerintem ők egyébként arra gondoltak, hogyha hogy ha, ha, sokat lóg a nyakadba, mint a heteken keresztül, és a pulóver ott dörzsölgeti, akkor előbb-utóbb megkopik a, a anyagon a festék, na, no, de ez egy alkalomra kell, és utána mindenki bekeretezés beteszi a vitrénbe. Igen, ezt mondtam a nőnek, hogy tehát ez maximum két nap, meg egy kis alkoholt kell kibírnia, hogyha rálocsolják az emberek. Úgyhogy nem, nem olyan vészes ez. Úgyhogy kifaszázzuk majd a, a, a grafikussal Ö, jövő héten szerintem, és akkor el is viszem, illetve megjött a papíros a, a levél megjött a afterparty helyszínéről is, ugye a foglalással, meg minden egyébbel kapcsolatban illetve Jiby! illetve én írtam Éronnak is pont most adás előtt, hogy hogy mi a tök van mert ugye megláttam, vagy láttam, vagy tudjuk, hogy ö, Oszló következik két nappal utánunk, és ugye úgy volt, hogy aznap még itt lesz, úgyhogy ö, mondjon már valamit. Azt mondja, és ö, próbálom úgy, hogy nem mosolyogjam el magam, de ö, három special guest lesz. Ne. Három, Krisztián. És az egyik az, akit mondtam neked. Uh, 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 uh. Ki nem mond? Tessék, tessék szépen szaladni, és fülön fogok rángatni mindenkit a díszbe mutatóra, mert akkor ez bizony nagyon-nagyon durva lesz. Igen. Azt mondja, hogy... Azt nem mondta, hogy mikortól lehet ez már hivatalos? Uh. Még nyilvános? azt mondja, hogy hamarosan bejelentik. Én, én ah, szerintem úgy akarja, hogy ők bejelentik, meg körbeírják majd e-mailben, és akkor utána mi is <coughs> publikálhatjuk. Mert hogy ez tök jó lenne, hogyha ezt bele tudnánk venni mondjuk a sajtó hogy ilyen illusztris arcok is lesznek. Hát Krisztián, az a baj, hogy én, ja igen, mi történt veled a héten? Ma kiküldtem az összes sajtó meghívót. Úgyhogy... Hát akkor kiküldünk egy update-et utána. Igen. Ö azt mondja, hogy Úristen Krisztián, három csoport jön, érted? Három csoport. <laughs> Jó. Jenny, már hogy a felesége, ő, a két gyerek, Jimmy, egy special guest -tel. Steve and Team, recording artist and composers, és azt mondja, hogy előző nap jönnek, és ö, utána mennek. Ö, tudod, miért ez a nagy perepúgy szerintem. Én tudom. Mert. De mondjad, mintha hát, nem ugye, tudnám. Két napra rá, ugye mennek föl Skandináviába? Oszló, igen? És majd jött, a, majd jött a hír, hogy két nappal azután pedig a Balkán filmfesztivál. Hát, Hát nem nézted tegnap a live-ot? Ezt már ott is mondtam. De ott van a. De akkor a közös gruppot se nézett, Krisztián. Ott van a. Pitjegat karórám, bocsika. Melyik? Igen, a kettő között. közül. Jobb vagy a bal. A, nem, csak az egyik, az enyém még egyszer. Tehát, ö, ugye úgy van, hogy hogy, 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 szerintem ezt ki fogják húzni egy, igen, mert San Diego-ban lesz a Nation a Harm Reduction Film Festival, az november 4, aztán kezdünk 12 magyar premier, 14 norvég premier, 16 a Balti ö, Filmfesztivál Tallinnban, és utána 19 Berlin. ho ho ho, ho. Úgyhogy ez egy, ez egy kemény... Szép kis körút lesz. Kemény trip lesz, igen. Ö, egyébként én egy picit a norvégok miatt aggódok, mert ott ugye a, a Lisbeth Fjölsztad csinálja, és én úgy veszem észre, hogy egyedül, és ö, egyre többször kér tanácsot, hogy ö, hogy tudna embereket meghívni rá, azért a november ehhez közel van, hogy most tegyünk föl ilyen kérdéseket, de hát a legjobbakat kívánjuk nekik is. Majd meg fogom azért kérdezni, hogy esetleg oszlóban nem mehetnénk el vízbe. őket is fölírtam a listára, Ö, meghívjuk akkor őket? Hát úgy gondolom, nem? Hát de. A tímet? Igen. Jöjjenek. Fuck yeah. Jó, majd Éronnak meg kell írni akkor, hogy promótáld meg, légy szíves a, 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 az utazásukat. <laughs> panaszkodik. Már hallod, már Lisbeth panaszkodik. Ennyit ír csak, pauz. Mondom, mi van Lisbeth, fáradt vagy? Ö, hát, hát igen, igen, nagyon kéne most már pihenni, rengeteg munka van a hátunk mögött, egy kis pihenés kell. Mondom, Lisbeth, három-négy óra alvás egy nap. Három-négy óra? Ó, oh, nekem a duplája kell! Hát, ez van, ja. Hát a beauty sleepet ezt azért meg kell. <laughs> igen, és... a szemre hadd szóljon. Mennem is van ez a feltételes reflex már kialakult. Délután, amikor Charlie megcsörget, azonnal elalszom. <laughs> e, igen, és tört, délután, amikor Charlie megcsörget, azonnal lenémítom véletlen két napra a telefonomat. Nem, akkor lemerült, lemerült a hétvégén. Két napra? Nem vettem észre. Két napra? Aha. Te hallod? Rohad sokat használod a telefonodat. Hát, hát nem Nem vagyok neki. egy nagy telefonbajnok. Hát Péntek este leteszem az asztalra, aztán hétfőn már gyanús, hogy milyen csöndben van ez a telefon. És akkor látom, hogy korom fekete szegény. Hát, istenem. Azt írja Mizei Matyi, ahogy kimondtad a sorsolást, egyből tizet ugrott a nézők száma felfelé. <hállt> Nyilván nem azért, mert erre vártak. Hát, hát, Boris, Boris, Meg, meghallották figy az éteren át. Figyelj már, Boris, Boris megfogta a lényeget. Apple vagy veszik a jegyeket? Azt szeretném kívánni, hogy oda menjél, ahova gondollak. Végre valaki. iPhone 5-es, igen, eladtam. hozzá, köszönöm szépen. Mindenkinek sziasztok, akik azt írják, hogy sziasztok. Ö, igen, az már megvolt. A végén sorsolt ki, senki ne tűnjön el. Hát ez lesz a cél. A Nefitől hívunk-e valakit meg a díszbemutatóra, mondjuk Demjént? Gál Sándor. Természetesen. Igen, természetesen meghívtuk már, de Demjén Tibor a COP7 Fesztiválon lesz éppen akkor újdelhiben, de az a hatalmas nagy jóság az egészben, hogy mi lesz a COP7-fesztiválon Krisztián A COP7-fesztiválon? Zárt ajtók és hazudozás. Azon kívül. <laughs> Azon kívül. Ellen-fesztivál lesz ártalomcsökkentő fesztivál Billion Lives premierrel és konferenciákkal egyetemben a szomszédajtóban. Igen, úgyhogy ezt úgy is mondhatnánk, hogy, hogy, Tibor, nem tudsz hova menekülni, utolérünk. Pezony, pezony. Ez volt az, amiről meséltem még Kim Varsóba, hogy a, civil képviselők beszélgetésén fölmerült, hogy a Reason Foundation valamit szervezget ott, és hogy igazából tök szívesen helyet adna egy ilyen megmozdulásnak, és akkor David Dorn kisétált, a szünetben visszajött, és közölte, hogy jól van, megvan rá az anyagi támogatás, megyünk, de mi is. Ö, Black is itt van, szevasz Black, kancs. Hello, Blacky. Azt írja éppen ő Sándornak, hogy hívtuk, de konferencián lesz Indiában, nagybetű, ahol vetítik, nem menekül. Következő Lőrinc István meg lett hívva, de inkább Indiában nézi meg. <laughs> gazdag Ferenc. Gazdag Ferenc, ja, amúgy a nefiseket is szívesen fuvarozom, beférnének szerintem hátra a papírok mellé, kicsit bánom, hogy jók a lengés csillapítóim. Solti Robert, tök mindegy, ott sem fog belőle érteni semmit nem fogja látni, tehát nem a Cobb heten lesz bemutatva a film. Persze. Nem azzal, azzal, párhuzamosan lesz teljesen függetlenül tőle, de két lépésnyire onnan a konferencia, tehát ki kéne jönni onnan az zárt ajtók mögül, és elmenni odáig, de hát... A zárt ajtók olyan... biztonságából. Igen, igen, ez olyan, mint amikor fertőző területen mész a vegyvédelmi ruhában, és nem veszed le, tehát nem, nem hagyod el a biztonságos anyaméhet, hogy még a véletlenül hiteles információk jöjjenek szembe veled, mert aztán a kognitív diszonanciába szétdúran az agyad, és csak olvassuk a híreket, hogy a Nemzetközi Dohányozás Visszaszorítás képviselői töberítő konferencián egyelőre megmagyarázhatatlan körülmények között egyszerre felrobbant minden képviselőfé. Igen. Amit el tudok mondani, hogy azt egyszerű már elmondani, hogy kiket nem értesítettem még RSVP-vel, Dr. Ónodi Szücs, Zoltán Gusztáv, Demién Tibor, professzor, Dr. Horváth a Glicerin végbélbe való Ildikó, Dr. Kovács Gábor, a képviselők Jobbik és MSZP, T.G. Lupin, Juhász Péter, a, és a többit mind. Éronéknek nem írtam, de szerintem tudják, hogy itt lesz. Jó, én még szerintem két főt lehet, hogy hozzápasszintok a, a közigazgatási listához, mert megint betoltam, a, ugye már így szeptember vége elmúlt, úgy most már biztosan tudja az emmi, hogy kiket delegál, és honnan a, a cop hétre. Úgyhogy... Ja, de őket hiába. Jó, nem, keveredik a fejemben. Őket hiába hívjuk. Ez valami ilyen visszatérő fordulat az agyamba, és mindig leesik utána, hogy nem tudjuk elhívni őket. Uh, 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 uh. Mit akartam ezzel kapcsolatban mondani? Várjál. Ja, igen. Uh, vettem a bátorságot, hogy uh, na, hát azért küldjek egy levelet arra az e-mail címre, hogy... Uh, Sajtókukac.cheh.hu. Áder János köztársasági elnök úrnak címezve, beleírva a T74.04-et a végére, hogy egyébként pacsi köszi, hogy nem csináltál semmit. Ja. Úgyhogy ő. Töltő Tóle János. Igen. Nagyon jó egyébként, hogy megjelent tegnap az indexen ez a cikk, mert rákattintottam gyorsan a nevére a szerzőnek, a szerkesztőnek, és ő volt az elsődleges címzett az indexes levélben, és CC a, a, szerkesztőség általános e-mail címének, és itt van, itt van, itt van Inkvi is a nézők között, úgyhogy Hello Inkvi! Nem mondod, szia Inkvi! Igen, a, 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 kis kiflit azt elküldtem most dolgozni, a nagy kifli itthon van pihen. És Inkvi jön a vetítésre is, fiúk. Láttam, hogy Ho -ho. jelezte, Ja, ja, Akkor az azt jelenti, hogy itt hol lesz Inkvi. Itt hol bizony. Mi történt velem még? Azt már nem azt mondom, hogy mi történt velem még, hanem hogy mik a, a, fejlemények. Ugye, hát ez a, ez a három fő, ezt alig, alig várom, hogy kimondhassuk hangosan a neveket. Elindult a múlt hét szerdán a támogatói crowdfunding fogalmazunk szépen. Ami nekem kicsit uh, fájt, azt kibeszéltük a tegnapi élő Join the Resistance videóban. Be fogom rakni majd a, a show notes-ba uh, hozhez höz Az is egy, egy óra 50 perc, és nem ketten voltunk a black hanem még egy pár csoport adminnal ötleteltünk, hogy mi a túró legyen. És ott... Uh, ott hangoztak el érdekes dolgok. Mm. És, és igen, a Premier, a Billion Lives Admin, nem tudom megegyezni ezt a rohadt gázrezsót, borzasztó. Az van, hogy mondták, hogy ah, nyugodtság, higgadság, majd ha ötödike lesz és a fizuk. Ja. Ötödike van. És most mi jött közbe? Tegnap óta haldoklik az OTP-nek a rendszere. Tehát Te most... a számla egyenleget nem tudom megnézni a, az OTP-s számlámon, tehát hihetetlen, komolyan. Ó, várja, itt érdekes kommentet látok Miklósi Ilmától. Ez nekem, bocsáss meg Ilma, de ez nekem mindig olyan, mint a, a Brian életéből, hogy dobjátok a padlóla, de dúlván Ilma. Névvel nem szeretünk viccelni, de mindig ez ugrik be, mikor látom. Azt írja, hogy egyszerűen lemerül az agyam attól, hogy van, aki az öltöny miatt nem jön. Menjetek a büdös picsába. Nem én mondtam, nem én mondtam, de, de talán egyet tudok vele érteni, hiszen színházban... szitás pólóba megy az ember, vagy mi? Vagy nikotinkon... Vagy ni nikotinkonferenciára értettem. Ezt, ezt tudtam, igen, igen. Ezt tudtam, hogy rá fog ugrani Krisztián. Lehet, hogy nincs mindenkinek öltönye, akkor mi a helyzet? Gyura Laci kérdezte. Gyura Laci én válaszolok, hogy én például smokingba megyek, pedig nincsen smokingom. Ezt úgy fogom megoldani, hogy kölcsönzök. Nem én is volt. A... Neli... Nem én is volt, alias Fater. Én is kinőttem, de majd nem nagyon gombolom be itt-ott. Egyébként igen, tehát valószínűleg én sem veszek új öltönyt a díszbemutatóra, majd én is nem nagyon gombolom be itt-ott. Solti Robert azt üzente, elfogyott a regimentje, de nem, Solti Robert azt üzente, hogy akkor legyen neki Apple Watch egy jó óra öltöztet. Valóban így van, de hülyén néz neki, hogyha egy szál órában jönne oda valaki, és egyébként, srácok, ez egy érdekes momentum, <kül> Gyuszma barátom, ugye Zalaegerszegről nem volt biztos, hogy jöhet, meg nagyon ki kell számolni a pénzt, amit meg is értek, és aztán ma valamiért ráírtam, és, és mondta, hogy na úgy néz ki, hogy mégis jöhet, ha, és küldött egy képet, hárman vagy öten megyünk, ez még nem biztos, lehet-e menni skótkockás skót szoknyában? Hát mondom, ha kilt bejössz, lehet küldött egy képet, és az. zseniális. Mondom, novemberben egy picit lehet, hogy be fog fújni a szél, de de nagyon menő. Tehát, ha valakinek kiltje van, abban is nyugodtan. De még egyszer, Bo tegnap bocsánat, is... Bocs bocskaiba is lehet jönni. Tehát... Ja igen, ez Boris. <laughs> vagy vagy, vagy viseletbe, Tehát mindenféle nemzeti ünnepi viselet, megengedett. Az a Akinek lények, nincs öltönye, az se tartsa vissza magát. egy szövetnadrág és egy én tökéletes, és amikor a Charlie elé ugrik, hogy hogy vagy te felöltözve, akkor hazudjátok azt neki, hogy a ruhatárban van az akó. Ennyi. Ezt fölírom magamnak Cetlire. Egyébként tegnap azt beszéltük, hogy ez olyan egyszerű. Pont úgy menjen az ember, emberel erre a vetítésre, ahogy elmenne színházba. Színházba is, <coughs> bocsánat, színházba is mehet az ember farmerban, meg egy zakóban mondjuk. Na, vagy egy, egy, egy ing, meg egy mellény. Be, igen, épp ezt akartam mondani, hogy szerintem egy ing és egy mellény nyakendővel az teljesen tökéletes uh, kilt. <coughs> Neményi fater fügefa levél mehet. Tudod mit, fater, abba gyere, ha nem abba jössz, akkor szarul jártál nemzeti búvárruha. Jó, megjött Rácz Béla. Én nem akarom elhinni. Ő, ami, ő a, mi nemzeti trollunk. A kis jó indulatú kicsit trollak így. Bebillek kicsit a színpadra, énekel kicsit vastag Csabával. Ja, úgyhogy tényleg, de szóval ez az M plusz egyedik kifogás már skacok, hogy ó, mennék én csak nincs pénzem, ó, mennék én csak messze van, ó, mennék én csak nincsen gyűjtőkocsi, Ó, mennék én csak. Ö, ö, mégsem nem mennék. Nem tudom, hol az urán. Ó, mennék én csak. Ó, Budapest, Budapest központú, már megint minden. Tegnap ez is elhangzott, gyerekek. Minden tetves Budapesten van. Az. Végül az a dóci művelődési házba is megrendezhetjük volna, nem Krisztián? Igen, <hül> nagyon, nagyon nívós és stílusos helyszín egyébként. Én tanúsíthatom, láttam már. Már tegnap majdnem vagyok ott. Tartom... Ha még ott vannak az a óvodás ünnepségnek a. <hül> <gül> <Igen>. <gül> tegnap már majdnem azt is megkaptam, hogy, a, hogy már majdnem az én kurva anyámat, mert hogy <laughs> mert mondtam annak a hölgyeménynek, aki egyébként nem mondjuk ki a nevét, de a védőszentünk nevét viseli, tehát diszonás a dolog és hogy Budapest és izé, hát mondom mutassá Magyarországon egy mozit, ami benne van a top 15-ben világviszonylatban tudja a DCP formátumot megfelel Éronnak, és be tud mondjuk 400 ember ülni. Több nem kell. És akkor utána ez jut, hogy már megint akadékos korok. Hát most mit csinálja? És, 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 van nemzetközi repülőtere. Azt azért tegyük hozzá. Vigyázzál, mert valamelyik még izé, decemberbe, Debrecenbe talál egyet. Meg hogy mit turizáltuk a DCP formátummal? Hú, hát ha lehetne hallod, aviban adnám neked oda. Miért nem jó a YouTube-on? Hát, Kemény. 264. Tényleg kíváncsi most vagyok, kedves, kedves nézők, hallgatók, ö, aki már csak hallgat minket csütörtök után, az persze nem menjen fel az internetre, de most én nézem, hogy 81-en vagyunk. És most megint azt mondom, hogy ki fogunk sorsolni ma kettő darab ingyen <kül> Mit, Krisztián? Meghívót. Ingyen meghívót a filmvetítésre és az afterpartira. Szóljatok az ismerősöknek, hogy jöjjenek ide és nézzék, mert valamikor mostanában sorsolás lesz. A kíváncsi leszek, hogy mikor ugrik föl 81 fölé. Jó, Rácz a régi útörő egyenruhában. Zseniális lesz. Ja, úgyhogy... Ö... De, de csak síppal együtt síppal és ne, a fonott piros zsinórral. Nem hiszed el, Solti ráfűzött, a sípot se felejtsd el. Na, tessék. Vannak itt még szakértők? <laughs> a zsinóros... Emlékeztek arra a sípra egyébként? Az úttörő sípra? A műanyag síp, igen. Meg a kisdobos sípra is, igen. És rajta volt a morze ABC, bocsánat. Igen igen, 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 és nekem még övem is volt az a az a, Hú, az a, a csatos, nem még van kicsi. Az vagy, még van levál, az is. várj, az a durva Fakat. Krisztián, hogy neked van is, és még rádió is. <laughs> Most jutott eszembe egyébként, mert hogy negatívba kiíztam az övemet, sosoljuk és már ki, ővel együtt is leesítem a magatám. Nem sorsoljuk ki, hanem lehet, hogy újra előveszem, és az lesz az övem. Hmm. Hát ez hát kár az volt. Az el, figyelj, az elpusztíthatatlan volt egyébként, tehát az igazi marhabőr. <hört> micsoda, micsoda. Nekem ilyen így gyöngyvászon bizbasz volt, vagy vagy ilyen fonott szar. Ó, hát te már valami volt. A hát, tied miből van, Krisztián? Természetesen bőr. Na, hát... Magyar Na, ember, lehet, magyar lehet, hogy az, bőrbe. Vagy az a, mi? Az a gazdag gyerekeknek volt a privilégiuma. <hört> <hört> nem, hát azt adták, ne hülyeskedj már. Hát ha jó, munkás mozgalmi volt. Hát. És az úttörő nyakkendő csomó helyett a kifúrt gesztenyével. Gesztenye, gesztenye megvan. Gesztenye, vagy hogy hívják? A darás guba. Gubacs, gubacs. Gubacs, gubacs. Igen, olyan gubacs. volt nekem is, igen, az a kis tüskés bizbasz. Aki ahhoz is hülye volt, hogy megkösse, az kapott olyan gesztenyét. Geniális. Aj, nekem. Nem hát nagyon jönnek a ezek, kommentek. Ezek a régi szép, régi szép dolgok. Nekem az jutott itt eszembe még az előző témák kapcsán, hogy aki méltatlankodik, hogy egy kicsit ki kellene öltözni, meg ilyesmi, az vegye észre, hogy ez nem egy teljesen átlagos Ecigi találkozó, stb., hanem az elektromos cigaretta történelmének az egyik pillanatának leszünk a részesei, és egy igazán Exkluzív és, és nívós esemény lesz ez a, ez a bemutató, kvázi fölkerülünk a, a, a térképre. Úgyhogy ennek megfelelően e, ünnepélyes az egész történet. Úgyhogy igen, igen, nem azért találjuk ki ezt, hogy szivassunk mindenkit, hanem azért, mert tényleg ez egy olyan esemény lesz, ami amire még az unokáknak is lehet mesélni majd. Igen, hogy hol voltunk? Nem kapcsoltam be a. Ó, 80 herces, alul szűrőt, de most ezt pótoltam. Jó Istenem, mi legyen gyerekek? Csapjunk bele a lecsóba? Hát sok minden nincs <laughs> itt a, hát, uh, a lecsós Figyelj, sok minden nincs, de ami van. <laughs> Tényleg akartam is kérdezni, anyátok hogy van? Enyém csuklik. Az enyémet a megpatkoltak. A tiédet Úgyhogy most már remekül. Az enyém folyamatosan csuklik. Mindig hív, hogy kisfiam, mi a tubró van? <laughs> semmi mama, semmi mama. <laughs> Ó, Istenem. Na, hát gyerekek, az van, hogy ma a, megszületett a, a, az, az, amit a, nem vártunk. Tehát érted, volt, amit vártunk, ma megszületett az, amit nem vártunk. Uh, ki egy módosítás javaslat. Uh, törvénymódosítási javaslat, ismét. De hát tudjuk, hogy ezek a törvénymódosítási javaslatok úgy mennek át a parlamenten, mint uh, kés és a vajon. vajon a langyos, még csak nem is hideg, hanem a langyos vajon, amit egyébként Lázár János személyesen jegyez. És dohányipari szempontból ugye az történt, hogy bekerült egy csomó olyan termék a, a, az odbe, ugye ez a központi elosztó, illetve az hogy, hogy is szokták ezt uh, szép szóval mondani, hogy uh, csak ő van, és senki más? Monopól. Monopól, Monopól helyzetben lévő <coughs> uh, el elosztó, uh, nem is tudom, uh, uh, választékába, amit uh, uh, úgy volt, hogy nem, de igen. És ha már így uh, kicsi borsot törtek a a különböző nagykereskedők úr alá, akkor úgy gondolták, hogy ezzel egy időben hozzácsapják az e kapcsolódó törvénymódosításaikat, ami ugye az agymenés kategóriája. Tehát én azt most a választások kapcsán nagyon sokszor olvastam ezt a szót, hogy, hogy egy alternatív valóságot él meg a, a magyar kormány. Ez is egyébként hülyen tükrözi ezt a sztorit. Én ide föltettem a Google Drive-ra azt a dokumentumot, ahol ö, ö, alá vannak húzva a módosítások, hogy egyszerűbb legyen ö, olvasni azt, ami nyilvánvaló és ne kelljen szemezgetni. Az én olvasatomban, de Krisztián, vitassuk át, nagyjából az a jövő körvonalazódik, és az az egyértelmű a számomra, hogy a likvidek jövedéki adó alá fognak esni január 1-től. Az ellátó fogja vinni a likvideket, tehát nem lesz nagy kereskedelem, nem lesz semmilyen ízesítés szerintem, és ezzel Magyarországon vége is a legális kereskedelemnek. Hát én is átolvastam, és a módosítások több mint 90% az a dohánytermékekről szól, meg ugye megpróbálnak előre előgondolkodni megint, és De alkotni szóval. egy olyan kategóriát, amiben a jövőben piacra kerülő új fejlesztések is belekeveredhetnek légy lészen, az bármi, hogy ne kelljen újra valószínűleg ezeket a köröket eljátszani, mint az elektromos cigarettával játszották el. Ez, ez nekem nem volt egyértelmű, de lehet, hogy átsiklottam fölötte, hogy a, a dohányellátó hatás, kizárólagos hatáskörről lesz a likvid kereskedelem is, ez nem jött. Tehát átolvasom még egyszer mert lehet tényleg, hogy csak átsiklott fölötte a szemem a sok dohány, 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 dohánynál. Ö, ami engem nagyon durván érintett, az az, hogy bedobták egy mozdulattal a 70 forintos milliliterenkénti jövedéki adót. Az, 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 fogott meg engem igazán. Tehát 55, 65, és még semmi nem történt, de már a 74 járunk. 70, igen, igen, igen. Charlie? Nem látjátok a fejemet, de folyamatosan scrollozok lefele, és, és leginkább a döbbenet és rettegés e, szavak jutnak az eszembe. Hát akárhogy is lesz, akárhogy is lesz, mindenki még idén szépen tanuljon meg keverni. Nagyon érdekes egyébként, ahogy, ahogy bekategorizálta ezt a a még nem létező, de már vagyis, de lehet, hogy az e-cigaretta is ide tartozik, ez a módosított hatású termékek köre. Tehát ez hihetetlen. A 19 paragrafusra gondolsz? Hát én most pont a 11-es, várjál, igen, a nem, 10-es paragrafus, és 19-es, várjál, oda tekerek, mert... 19-es. A füst nélküli nem tartozik bele az e-cigaretta. Meg a dohány sem. De már nem merek ilyeneket nyilvánosan mondani igazából, mert jönnek ezek a szerencsétlen jogszabálymódosítások, és én meg jókat rögök, hogy már megint nem sikerült jól definiálniuk, és aztán úgy neki futnak 40-szer egészen addig, amíg nem sikerül. Azért kacagjunk egy jót a tüszentésre szolgáló dohánytermékeken. Az a tubák. Igen. <laughs> Persze, a, csak ez milyen ugye, szép így megfogalmazva. Ez is, egy, ez is, egy, egy, hihetetlenül álságos dolog, hogy, hogy a, a üldözi, ami a szájnyálka hártyáján szívódik fel, a tubák, ami az a szívódik fel, ez mitől más? Mi az hagyományos nemzeti tubák? Ja, bocsánat! <laughs> bocsánat! Tubákos szelence! Hallottál már olyat, a Snüssös szelence? Ez az a tubákos szelence. <laughs> És uh, egyébként, meg ha így be, beütöd a neten, hogy uh, Snüss, uh, mit tudom én, Magyarország, akkor 5 millió találatod lesz uh, online oldalakra, ahol ezt a terméket meg tudod vásárolni. Hát ennyi. De egyébként a, a V-pontban ott van módosított hatású terméknél. Olyan az új dohánytermék kategóriákba tartozó fogyasztható nikotin tartalmú termék vagy elektronikus cigaretta, amelyet ilyen termékként nyilvántartásba vettek. Tehát, de, ha nem, de ha nem ilyen termékként veszik nyilvántartásba, akkor mi van? Meg, Hát ha nem veszik nyilvántartásba, akkor nem kerülhet forgalomba. Igen. Vagy. De itt is észre lehet venni az, hogy az elektromos cigarettát notóriusan különkezelik egyébként, tehát ö, felsorolásszerűen, tehát sehol nem dohánytermék, aminek én nagyon-nagyon örülök, mert ez még remekül fog jönni. Igen, csak odaírják, hogy fogyasztható nikotintartalmú termék, vagy elektronikus cigaretta, tehát hogy nehogy, nehogy kihagyjunk valamit, igen. vagy elektronikus cigaretta, aztán abba legyen benne minden. Nagyon jó, hogy ez felsorolás, mert aztán az alkotmányjogi panaszban szépen lehet javasolni, hogy mely részeit vegyék ki. Ennyi. Ugye a, az elektromos cigaretta az új dohánytermék kategóriában. Ö, nem? Nem? Nem, nem. Nem. Hát, nem. 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 Esküszöm nem. nem, mert ott is felsorolás van. Az új dohánytermék kategóriában nincsen benne. Ő módosított hatású termék? Szerintem. Mert a módosított igen, hatású igen. termék kettős pont vagy elektronikus cigaretta. Jó, van, van benne egy furcsa. A módosított hatású termék. Minden furcsa egyébként. A módosító hatású terméknek történő minősítésre irányuló eljárásban, vizsgálandó tudományos és egészségügyi szempontokat az eljárás részletes szabályai valamint a bizottság összetételére és működésére vonatkozó különös szabályokat állapít meg. És ha hiszed, ha nem, Krisztián, a bizottság, az gyanítom, hogy az a bizottság lesz, amelyik már egyébként a döntés előkészítésben is hatékonyan kifejtette a tevékenységét. <kül> Na, hát nagyon jó. Ennél rátermettebb emberekre nem is tudnék gondolni, hogy ilyen kérdésekkel foglalkozzanak igazándiból, már eddig is elég sokat ártottak a népegészség ügyének és céljainak, úgyhogy minél több ö, és szabadabb kezet kell nekik nyújtani. Igazából a következő fokozat az már csak lassan az, hogy kimennek egy tankkal és lőnek mindenkire, aki él és mozog. <laughs> nem nagyon tudunk száz fölé menni, de jött egy érdekes kérdés neked címezve, Krisztián tőled ja. kérdeznék, de mégis meddig és mennyit keverjünk szerinted? 10 vagy 20 liter? Ha ez a szartörvény így marad, akkor kibontakozni látszik, így is, úgy is elfogy majd. Van így benne is úgy valami. Is elfogy majd, hát nem tudom, mondom, én négy és fél literrel készültem egy évre, ahhoz még nem nyúltam hozzá május 20-a óta, mert ameddig még módom van rá, addig bekevergetek, Úgyhogy a, a vész, nem tudom, nem tudom, de olyan olyan gi skill lesz a, a, a keverés, hogy nélkülözhetetlen elci skill lesz a következő egy-két évben valószínűleg a, a keverni tudás. Csak Ezt majd visszanézed. Én akartam volna Hocsán? hozzáfűzni, hogy ne, ne a litert, az évet kérdezd. Igen, igen, igen. Krisztián, én. Igen. Én téged, és senki ne értse félre, nem szemcsésedünk, én téged szeretlek, imádlak. Itt van a tőled kapott uh, uh, Druids Brew, Bread of Heaven, úgyhogy ha nagyon megszorulsz, én ezt tényleg ünnepnapokon drippelgetem csak, még van benne, ha átjössz, ingyen adok abból, amit tőled kaptam. Ó, te egy úr vagy, Csáli. Erről jut eszembe, kéne rendelni Bread of Heaven-t valamikor tényleg. Már nagyon régen nem. Nem, is, so, nem sok ok volt az ünneplésre igazából, de a premierre majd beszerzek egy adaggal. Andorral Eloszható akkor a egyeztessünk. A Mert hogy vele volt a múltkori rendelés is, ha jól emlékszem. Igen, igen, igen. Mindenkinek, akik most értek ide, szép estét kívánunk. Csík Zoltán, Zoltán Nagyon Nagyi, Ö, ö, és akiket Szia, nem elnézést. Igen. Hello, hello. Azt mondja Lőrinc István, alig használt betonkeverő eladó. Hát remélem, hogy nem azzal kell majd kevernünk a likvidet. Igen, azt mondja a Fater, hogy itt lesz a zárt és összetartó közösségek lényege under vapors. Ja. Mint a, ezt tudod, hogy képzelem el? Mint a, miben volt az? Pusztítóba? a föld alatti mozgalom, tudod, a patkányburgerrel, és majd mi lent a föld alatt, a fedél alatt, majd likvidet keverünk, és majd az lesz a kérdés, hogy nem hm, jó ez a, nem rossz ez a málnás likvid. Te meg odahajolsz hozzám. Charlie, hol láttál te itt PG-t, meg végét? Ha miért? Szerinted ez miből van? Nem tudom, kérdezem Elnézés, hölgyem, miből van? Hm, hát patkánycsontból. Hm, nem rossz. Igen. Atkányvelő. Erőjüt eszembe a csatorna fedéről emlékeztek, amikor 2014-ben még FV aláírás gyűjtés ment, és jöttek az emberek, hogy vészmadarak, ilyen sose lesz, és akkor volt az egyik ilyen figyelemfelhívó fotón egy gőzölgő csatorna fedél, hogy elcigi találkozó 2016. Hát, ja. Túl sokat nem tévettünk, úgy érzem komolyan sokszor olyan érzésem van, mintha egy ilyen, ilyen, uh, ilyen soha meg nem írt science fictionben uh, lennénk, érted? És akkor így, úristen, tehát mi van? Öcsém, hát mi van az ártalomcsökkentés? Ja, az már nem az. az már nem az. Emlékszel, Krisztián, arra valamelyik podcastben beszéltünk róla, hogy a WHO célkitűzése az volt, miután rájöttek, hogy hát nem, nem azt kell nekik megakadályozni, hogy egyre többen lépjenek be a fiatalok közül, hanem az ártalomcsökkent is azon van a lényeg, mert abban lehet elérni a célokat. És akkor így oda-doda, -oda, tessék, itt van, ezzel elérheted a célodot, az nem jó, bazz, meg ez nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Hihetetlen. Nem akarok Ugyan. vészmadárkodni, fiúk, de jött egy érdekes komment, Párkányban azt mondták, náluk nem lesz változás jövőre sem. Na, faszaság. De tényleg ez lesz, amiről a múltkor beszéltünk. Havi elcigi találkozó a távolsági busz végállomáson. Figyelj, Ránc Béla kimondta a itt Boris felmenőit kell megkérdezni, mert ahogy mondta tegnap ugye a videóban, száz éves vapermúltra tekint vissza a családja. My grandfather and grandfather's father was a vapor. Én 1700-ban már anyámat is propiléglikolos mágián égették meg. Igen. Hogy nagyobb legyen a gőze. Nem, Nem. hiszitek el. A végét el? meg locsolták hátul. Ezt, ezt, mutatom a nézőknek, hogy itt, itt mindig itt van előttem egy paksamét a papír, hogy, hogy adás közben a madás közben az ötleteket és nem tudok olyan papírt találni, ami üres volna, hogy most okosat tudjak írni. Mert akkor szerintem kezdjük el, fiúk, az első autentikus, megmásíthatatlan és megismételhetetlen sorsolást. Mit szóltak hozzá? 108, 110. Na, akkor legyen az, hogy hogy egy darab jegyet most kisorsolunk. Meghívót. Bocsánat, meghívót, te mindig bele mondasz ebbe, de hát ez olyan hülye a megfogalmazás sajnos itt a szabályok miatt, hogy kommentben adjuk oda, a beszéljük meg először a feltételeket, legyen neki megfelelő ruhája ami nem kell hogy frak legyen, de legyen csinos az illető benne. Tudjon eljönni a vetítésre és tudjon eljönni az afterpartira. És tényleg csak olyanok játszanak most, ne azért kattintsanak, hogy hogy mindenképpen valamit nyerjek, hanem aki ezt tudja teljesíteni ebben benne lehetünk. Szerintem igen. Jó. És uh... Az első játékos, aki legelőször ide tudja kommentelni az élő chatbe, hogy mi volt annak a T betűvel kezdődő és számmal végződőnek a száma, írja le úgy, hogy T valamennyi, az lesz az első nyertes. És akkor most várunk, egy kicsi delay van benne. azt mondják, száz fölött yes. szétestünk, meg a podcastet is megtámadták, meg szaggat. Ez. Yes. még egy... Túltág, Túl tág, nem mondtál el kontextus Charlie, mert T kötőjel, akkor a Terminátorból a T-800 is például egy jó választ, <laughs> Nekem is szaggat, és a feleségemnek is szabotás ezt emlegetik. Hát nem tudunk sajnos a Facebookkal mit kezdeni, akkor egy picit várjunk. Amíg nem rendeződik a helyzetük. Addig egyébként beszélhetünk, és akkor valaki majd írja meg, hogy mikor nem szaggat. Jó, közben az jutott még nekem eszembe az előző kérdésre, hogy mennyi liter, illetve amire rájavított Fifika, hogy hány év hogy ahogy most kinéznek a dolgok, meg ahogy most egy kicsit így a függöny mögé láthattam, hogy mennyire elképesztően lassan őrölnek a, a, a birokrácia fogaskerekei, én arra satszolnék, hogy egy két évig, tehát 2017-2018-ban ez az őrület, ez még, ez még meg lesz. Tehát szerintem kb. két év, mire valamit tudunk kezdeni ezzel az egész történettel, ha, ha sikerül, és... és, és azon vagyunk minden esetre, hogy sikerüljön, tehát az elefánt csonttornyukba bezárkózott érintetetlen szakértőknek a kis páncélján igyekszünk réseket ütni masszívan, ami feltétele annak, hogy hogyha nem is az, hogy szóba álljanak velünk, de, de hogy legalább a, 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 a megkérde, megkérdő jeleződjön az, hogy amit ők mondanak, az valóban úgy van -e. Na oké, okay. úgy néz ki most helyreállt a rend. Kérek, dobjatok nekünk sok lájkot, és akkor abból észrevesszük, hogy ha rendben van minden. Ha Fater már a röhögő jeleket dobja, akkor el is hiszem. tehát akkor én felsorolom a, a kívánalmakat, Krisztián pedig közölni fogja a kérdést magát. Kívánalom. November 12-én érjen rá az illető. Ez a legfontosabb. És tegye tiszteletét mind a rendezvényen, mind az afterpartin. Megfelelő öltözékben. Ez a harmadik pont. Egyik sem teljesíthetetlen számunkra, meg reméljük számára sem. Aki már nyert, az kérem, vagy aki már ö, vásárolt, az kérem most ne ö, nyomjon, vagy ne írjon, és ö, nem vásárolt, támogatta támogatta. Krisztián, aki már Krisztián, erre azt tudom mondani, erre már azt tudom neked csak mondani, hogy amikor az ember azt, nem ezt majd utána elmondom. Tehát, mi a kérdés, Krisztián? Az első, aki legelőször leírja a helyes ö, választ, az fog nyerni. Krisztián? Hányas számú, T-kötőjel hányas számú volt az a törvénymódosító javaslat, amely végül is május 20 ától bevezette, 2016 május 20 ától bevezette a nem dohányzók védelméről szóló törvény elmebeteg és népegészség ellenes intézkedéseit. Négy jegyű számról van szó. Úristen, te mennyi segítettél? Miért kevesebbet kellett volna mondanom? Nem. Akkor jó. Bárány Miklós, az a zsigoli. Egy másik T kapcsán elmondom, mert ez egy kedvenc történetem, a T-ezresről van szó. A Terminátor 2-ben a T-ezres szerepét eredetileg Billy Idol angol származású punk énekesnek és rock énekesnek szánták. Ő lett volna a Terminátor 2-ben a T-ezres higany modell, de sajnos vagy nem. Akkoriban szenvedett a Hollywood bulváron egy nagyon-nagyon súlyos motorbalesetet, amiből évekig tartott neki felépülni, de szerencsére felépült, és non-stop turnézott egész nyáron Las Vegasban. Illetve nem turnézott, mert egy helyen volt több koncertje, és és ezért aztán végül nem ő játszotta. Azt úgy képzeljétek az a... el, hogy nem jött még meg a helyes válasz. Na nem már! Komolyan mondom! Hát ezt álmából fölkötve mindenkinek tudnia kéne, nem? Hát, vagy legalább annyi gógyi, hogy fölmenjen gyorsan oda, ahova föl kell menni, és megnézzék, mert itt írnak három számjegyet. Rácz Béla, és 180 centi magas, vékony testalkatú, vagy testes, kicsit alacsony és szőke. Oké, okay, Béla, nem írnak 1-2-3-4-et, T-1001-et. Megvan! Megvan! Nyilas Milán! Azt hittem Na, Nyilas hú. Misi. Nem. Nyilas Milán. Debreceni. Debreceni. Akkor kisdíjak. Nyilas Milán pakkot kapott. Pakkot kapott, igen. Nyilas Milán, mindenkinek mondom, T7404. Nyilas Milántól annyit kérek, hogy írjon egy e-mailt az info-kukac-billionlives.hu címre, és Írja bele a telefonszámát, természetesen az e-mail cím, ahonnan küldte, az lesz majd a, a az érvényes, és akkor mi el fogjuk neki arra az e-mail címre küldeni a, a PDF-et, amivel be tud majd bocsáttatni. Ez volt az első, de gyerekek, van még a tarsolyban, maradni kell, aki lecsúszott. És lehet, hogy a mai adásból fogok föltenni egy kérdést vajon ki hogyan figyelt. Igen, ezért. Jaj, milyen vicces emberek vannak itt, te 90-60-90, meg, meg a t reagált Béla. Paudics Bélát is felkérték erre a szerepre, de nem vállalta, begyulladt az izom... izomzata. Béla, azt szeretném kérdezni, hogy, hogy honnan a túróból jön ennyi hülyeség folyamatosan. Tehát, hogy, hogy a, a festék gőzártott meg neked, vagy, vagy, nem tudom. Nyilas Milán. A, ment a várom, Igen. Nyilas Milán, várom a leveledet. Maradhat mindenki. Tehát az, hogyha valaki nem akar a sorsolásba részt venni, nyugodtan lehet. Jaj, bocsánat. Kedves egészségedre! Egészségedre! <coughs> egészségedre. A, a gyerekeket szoktam is! Menni. Nyugalom. A gyerekeket is leültethetitek nyugodtan a hangszórók elé, mert fél a kilenckor altató mesét mond. Ö, igen, Krisztián múltkor mondtam neked, hogy megnéztem a, a frekvencia ö, görbénket, és hogy a tiedre mi jött ki? <coughs> mi jött ki az enyémre, Csáli? Kérlek szépen el. a, a fifikáé, meg az enyém az olyan. 150 hz től kezd dolgozni fölfele. 150 és 500 között van a, a, a csúcs. normál. Az a a felharmónikusokat most van. nem, tehát az, ami altatja az embereket. A Aha. tiéd a, ne, nem, nem akarom elhinni Krisztián, de tényleg nem akarom elhinni. Ahol meg tudja mérni az a rohadt program, 20 herc, de nem az, hogy így hirtelen egy 20 herces tüske, hanem nullától vízszintesen vagy. 250-ig, és ott van a vége. Tehát te ez, a, ez az abszolút melankólia ö, frekvencián beszélsz. Ez teljesen jó, 20 hercet sikerül megközelítenem, 20 hercen dorombolnak a macskák is, és tudjuk, hogy milyen jó hatással van az egészségre, és a, a csont regenerálódásra, meg mindenféle ilyen dologra. Úgyhogy én egy kétlábon járó gyógyszer vagyok, illetve nem én, hanem a hangom. Ennyi. Itt van felhő Christian, is, aki, Mondjad? Krisztiánnak a jövő héten nyitunk egy külön topikot. Krisztián gyógyít címmel, és akkor csak ő fog így, tudod, mint a gyurcsók. Igen. igen. Most, igen. most igen. a kamerában. Táv, táv, most, távolról megműtöm a gerincét. Jó, oké. Okay. Most küldöm a 80 hz frekvenciákat. Azt írja felhő, a hogy nem jó, mert csak... a TC? Működik. Oké. Okay. Azt írja Felhő, hogy nem jó, mert csak most csatlakozott. Felhő, mit szeretné még? Tehát azt hadd mondjam már el, hogy Felhő és az ő kedves ki kollégá... kimondhatjuk, hogy mennyivel támogatta a rendezvényt? Kérdezz meg őket, mielőtt kimondott Charlie azért, mert az azért elég Jó. magán ügy. De egyébként látszani fog, mert nyakba valója lesz, és a nyakba való az, az árulkodik. Felhő, kérdezném, hogy elmondhatjuk? Uh, a Bélát már sajnos offolnom kell, mert akkor is múljónak van a legjobb hangja. Ez szerelem, ez szerelem, Nagyi mondta. Én azt szeretném elmondani, hogy igazából nem tehetek róla, hogy férfias hangom van, az, hogy ti itt fejhangon sivítoztok, mint a herélt kandisznó, ti ketten, egészen a 250 Hz tartományig, arról nem én tehetek. Szóval a Felhő azt mondja, hogy igen. Felhő és kedves kollégája, Egyenként, fejenként, magánszemélyként 1-100 ezer forinttal járultak hozzá a hazai díszbemutatóhoz. Innen is köszönjük szépen! Külön köszönjük, és persze mindenkinek köszönjük, aki támogatja. Természetesen. Mert felhő el eloszlatja a súlyos anyagi gondokkal küzdő bemutató fölül a felhőket. felhőket. Felhő. Ez osztályos. például egy, egy, egy jó átvezetés arra a kérdésre, amit szintén tegnap olvastam a premier kapcsán, hogy, hogy miért csak egy lesz. Ez pont ez a miért csak egy lesz, miért csak Pesten, miért ennyi, igen, miért úgy, Erre majd én is hát ez, ez egy nagyon-nagyon egyszerű történet, nem vagyunk filmforgalmazók. Tehát adott egy film, a golyób is, is másik feléről, és, és kézzel, lábbal valahogy megpróbáljuk ide elhozni, mert baromi jó a film, és elsődlegesen igazából a döntéshozóknak, illetve a sajtónak szeretnénk az óra alá dörgölni. És minden követ megmozgatunk, Charlie kiemelten minden követ megmozgat, hogy ez az egész létrejöjjön, és azért teljesen nem ezzel foglalkozunk, nem, nem cég vagyunk, baromi nehéz megszervezni egyetlen bemutatót is, és elképesztően drága dolog. És a mi feladatunk ebben a történetben annyi, hogy meglökjük a dominónak az első kövét, és nyilván a, a, az európai forgalmazással foglalkozó cég meg nem fogja elhozni oda vetíteni a mozikba, ahol nem ővezi érdeklődés a, a, az egész ö, dolgot. Tehát mi igazándiból csak egy terepet szeretnénk nyújtani ahhoz, hogy egyrészt azok, akiknek feltétlenül muszáj látni ezt a filmet, lássák és ott legyenek, másrésztről pedig legyen egy kis érdeklődés felverés, hogy lássa azt a forgalmazó is, hogy aha, hát ide akkor lehet, hogy érdemes elhozni. Úgyhogy ennyi, ebbe is kis túlzással, de beleszakadunk, hát Charlie most már nem is tudom, mikor látta a szemhéját belülről <laughs> az elmúlt hetekben, lassan hónapokban. Ez is, ez is embert próbáló feladat, egy ilyen vetítés leszervezni és utána ö, utána tényleg ezekkel a két-három-négy óra alvásokkal elolvasni azt, hogy hogy miért nem. A, amikor belerak az ember napi 10 óra munkát mondjuk, és valaki egy ilyen tíz másodperces kommentel megkérdőjelezi az egészet. Azért az egy demoralizál, kettő kettő meg ö, pff, hát le is szarhatja mondjuk igazán az ember. Ö, mert ugye ezt tegnap is mondtam, hogy sokan azt hiszik, hogy a a premier az azért premier, mert azt mondta valaki, hogy nem érek rá akkor, de majd utána egy héttel megnézem moziba. Nem fogod megnézni moziba, utána egy héttel. A forgalmazók nem mi vagyunk a forgalmazók, Európában az Odeon. Ha az Odeon ö, azt fogja mondani, hogy ö, látja a potenciált a premiert ö, megítélve, akkor lesz. Ha meg nem látja, nem tűz ennyi. Tehát igaz. Hozzá, hozzá tenném azért azt a, a kis megjegyzést, hogy ugye nagyon-nagyon kevés dokumentumfilmet láttatok eddig mozi forgalmazásba, úgy úgyhogy azt mit tudom is én, a Cinema City vagy bárki a a műsorára tűzte volna, és mondjuk annyiszor, hogy te bármikor meg tud nézni. <kül> tehát én mondjuk aránylag kicsi esélyt látok erre. Holnap, tehát a bemutató utáni másnap a, a Egyesület nem fogja föltölteni az Encore-ra a magyar verziót, ez csak így tényleg fű alatt azoknak, akik, akik ezt várják. E, ezt, ezt várják, és, és az Egyesület tagjainak sem fogjuk két hét múlva kipostázni DVD-n, tehát ez egy egyszerű, soha nem visszatérő alkalom. Soha visszatérő, és... igen. Vissza nem térő alkalom, és ami nagyon fontos, és szerintem még a filmnél is fontosabb, hogy gondoljuk azt át, hogy az elkövetkezendő két évre ez lesz az utolsó olyan nagy összefogó esemény, ahol még erőt és egységet tudunk mutatni. Ha most ezt nem tudjuk megtenni, akkor tényleg megérdemeljük a sorsunkat. Tehát mindenki ezzel a, a, a szemlélettel fusson neki ennek a, a történetnek, ne az akó, ne a, a, a fehéring, meg ne a nyakkendő bassza az agyát. Hanem az, hogy ez az utolsó olyan lehetőség, ahol egységet és erőt tudunk mutatni. Több ilyen alkalom az elkövetkezendő két évben, higgyétek el, hogy nem lesz. Lesznek apró harcok, csaták, amiket vagy megnyerünk, vagy nem, de. Ilyen alkalom nem Kicsit lesz másképp megfogalmazva, a következő néhány évben vagyok. ez tényleg kvázi az utolsó alkalom, amikor érdemben valami komoly dolgot tehetsz az elektromos cigaretta ügyért Magyarországon. Fogalmazzunk úgy, hogy amikor Igen. a történelem részesei lehetünk. A elektromos cigaretta fronton. A másik, akik jönnek a Youtube-bal, Nézzétek, várjál, máshogy kérdezem, megnéztétek a francia dokumentumfilmet a YouTube-on? Igen. Nem ti? Nem akik Youtube-ra akarják nézni. a kérdés? Igen. Tehát az egy, ilyen, az egy ilyen egy hét alatt lecseng, és utána mi van? Lesz a YouTube-on egy videó. Ennyi. Azt nem is mondom, hogy hogy gyerekek, október 20 Hollywood, vörös szőnyeg ajándékok, anyám kínja. Tehát azért oda, odaverős premierek vannak itt. És akkor már... Jó, ha, sok igen, mondja, ha már ajándékoknál tartunk, tegnap felvetődött az ötlet, tegnap megfogalmazódott az ötlet, és ma már broadcastoltuk is a csoportokban. Volt két darab ö, forgalmazó, van két darab forgalmazó. Mi csak, ö, csak ilyen jelképes dolgokat tudunk, nem is mi igazából rengeteg és egyre több olyan felajánlás jön, hogy mit tudom is én, Philip Gregory, aki nem ismeri, tudjátok a... <coughs> ja, csak szívni kell, de egyébként egy nagyon jó fej srác Angliában dolgozik, és azt mondta, hogy nem tud eljönni, de támogat 5000-rel. Aztán rámír, hogy várja, várja, legyen 10. Tudom módosítani? Tudom, persze. És jön a tízes. És aztán rám ír egy nap múlva, hogy figyelj, már nem tudok még mindig elmenni, de hogyha valaki esetleg elmenne, akkor fölajánlok X jegyet. Jön a másik ember, fölajánlok X jegyet. Jön Fater, fölajánlok X jegyet. Jön Blacky, fölajánlok X jegyet. Már nem, nem tudom, már annyi papír nincs a világon, amennyin vezetni tudnám, hogy azok az emberek, akik nem... És ö, ezt hadd olvassam föl, mert én személy szerint elérzékenyültem, meg kell keressem, hogy ezt hol írta nekem a valaki. Igen, megvan. Amit beraktam nektek a csoportba. A nevét nem mondom. Ö, csak a keresztnevét az jó. Jó. Imi. Szia, Charlie, ne haragudj, hogy így rádírok és zavarlak, de csak most jutottam el oda, hogy megnézzem a Join the Resistance harmadik részét és csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy szeretném én is támogatni 2500 forinttal, sajnos most csak ennyit tudok felajánlani, mivel a párommal most költöztünk külföldre. Na, köszönjük szépen a, a, a kitelepülők nevében, tehát látszik, hogy itt minden jó, innen senki nem megy el, zárója bezárva. Tehát most költöztek külföldre, és minden filér be van osztva, hogy az első fizetésünkig kibírjuk, de kalkuláltunk egy kicsit, és két napig kajapénzt fel tudunk áldozni, hogy az otthon élő magyaroknak végre valamiben legyen sikerélménye. Küldenékén szívesen többet is, de sajnos november 15-én kapok fizetést, és a vetítés meg 12-én lesz, így nem bírok többet segíteni. Viszont egy dolgot kérnék, hogy egy számlaszámot kérhetnék, mert itt, ahol most lakunk, nagyon rossz az internet, nem bírok nagyon semmit csinálni neten. Köszönöm előre is a választ, mind a számlaszámot, és bocs, még egyszer. És amikor én, bocsánat, én önhatalmulag azt mondtam, hogy köszönjük szépen, de ö, most magatokra költsétek, mert van elég gondotok, azt mondta, nem, 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 kiszámoltunk mindent, oké, és a dolog, segíteni szeretnénk. Magyarnak érzem magam, és ezt a remek dolgot így lehet kifejezni, hogy mennyit számít nekem a ti munkásságotok. Adjak mindenképpen számlaszámot, ahogy lesz idő, utalja. Az lehet ezen a héten, vagy jövő héten, mivel állandó éjszakás, és csak akkor tud a bankhoz menni, amikor szabin van. Hát nem nem jutok szavakhoz igazából. És akkor jönnek nekünk itt a nincs öltönyömmel, meg a, meg a csak Budapesten, meg a mikor lesz újravetítés. Ő meg kétnapi kaja pénzével ö, totózik jobbra-balra, hogy tudjon minket 2500 forinttal támogatni. Agyrém. Ezúton is köszönjük Iminek. Nagyon köszönjük. Ö, bár már azt is, azt nem tudom tegnap láttatok hogy az is megvolt már, hogy, hogy azért kergetjük ennyire a lóvét, mert hogy nem vagyunk pénzünknél. <laughs> Tegyük tisztába. Nem az, hogy nem, nem is voltunk a pénzünknél, hiszen ez önköltségi járom, egy minden. Ami sokba kerül, az nem miattunk kerül sokba, mert egy forintot nem tettünk rá. Ez 1.0-as szorzóval van, ebben csak éronék költsége van, meg a mozi, meg az afterparty, meg az anyám kínja. Ebben nekem ma is csak plusz költség volt, hogy elmentem a, mit tudom is én, a nyomdába. Hát jó. Úgyhogy ilyenekkel. kell Pedig És Senki, akkor... senki nem, nem föl semmit. A Krisztián a programozói díját, a Charlie a milliónyi beleölt óráját, meg, meg már nem a két uh, April watch hanem a... Az Isten nem mossa le rólam, Fifika? <laughs> hanem a, az a saját idejét, uh, én a saját időmet, uh, tehát tényleg, szóval itt már ezzel kellünk, fekszünk, állandóan csilingel a telefonom, mert folyamatosan megy az agymenés, itt voltam, ott voltam, ennyi volt, annyi volt, melyik ajánlatot, hova tegyük, mi csináljunk, hogy fizessük, tíraram szóval... Készen van már, azért? készen van már. Én nem készen tudom, készen ezt ki mondja, mondja, mondja neked, Krisztián. Szerintem hm? küld el a picsába, ha valaki basztat téged. Még készen jó, van nem jó, már. Így fogok már? Megcsináltak már egyébként példa... a forintonkénti bontást? 500 ezer és a többi? Ja, a felületre, annyira. Na ezért... jó van, tegyük le, akkor te lépjék ki a csatból, dolgozzá. Na, de hogy visszakanyarodja, kicsit ez csak vicc volt. Ö, jött az agyalás közben kettő darab felajánlás. Ö, az egyik az több embertől. Ö, ne haragudjatok, most nem akarok átmenni, mert csak a sávszélességet zabálná, de meg lehet nézni a, az ercigi tesztek gépház szekciójában. És nem vicc, és nem móka és nem beugratás kategória. Egy Typhoon GT 3-as kazán eredeti ö, föl lett ajánlva. Azt hiszem négy ember ajánlotta. Tehát nem az, hogy négy kazánt, hanem négyen összerakták a kis pénzüket. Ők fölajánlottak egy kazánt. És Fifika, te is fölajánlottál egy eredeti Origen 1922-t. 22-t, így van. Hogyha a mozi terem tele lesz annyit ötleteltünk még azóta a csoportban, hogy egy pici módosítás van benne, Fifika, Fifi, ezt most közlöm veled. Ne haragudj, hogy csak így az adás közben támadlak levele, hogy, hogy, hogy ez azok között érvényes a dolog, akik beülős mozi jegyet vesznek. Nem mozi jegyet vesznek, na, részt vesznek az eseményen, és az a vetítés csomagtól fölfele játszanak. Tehát az, hogy valaki nem tud eljönni, sajnáljuk, de, de azzal a moziterem nem lesz jobban megtelve, úgyhogy 2500-tól fölfelé húztuk a, a, határt, és, és hogy a 2500 az egy egység, a, értelemszerűen, ha valaki 25 ezer, akkor az 10 egység, a 100 ezer az 40 egység, ilyen metódussal, és mindenkit belerakunk annyiszor a kalapba, és majd az esemény után, ha a mozi egy, vagy a mozi egy, a mozi terem tele volt, tehát a székekre a szabad helyek elfogytak, akkor és abban az esetben lesz a, a moziban tartózkodó emberek, megvan a lista, ugye nekünk, hogy, hogy kik vettek olyan jegyet, abból leszűrjük, megcsináljuk a sorsolást, és ki fog dobni majd a gép kettő nevet, egy GT3, a legújabb Typhoon kazán, és egy Origen 1922, a legújabb Origen kazán. A, azt tudom, a Typhoon az 45k körül van, az Origen meg... 42. 42. Azért nem gyenge. Csak. Ott is beszéltünk többen. Az adás közben is mondták, hogy ez jó, ez nem jó, ez már megint, ez miért nem, ez. Tehát mindenkiben még csoporton belül is ambivalensek az érzések bennem is. Mert megint úgy vagyunk, hogy azért jönnek el emberek, mert valamit lehet nyerni. De erre mondtátok ti, hogyha így lehet. Hogy... Én az ördöggel is összefekszek, csak tele legyen a moziterem. Ennyi. Igen. Azt se érdekel, ha nő. <laughs> mert azt ugye tegnap elmondtam, bár nem voltatok ott, hogy hogyha valami miatt bukik, mert most is még mínuszba vagyunk, és azt mondjuk Éronnak, hogy figyelj már, két hét van még, de inkább ne gyertek, mert mégse, akkor majd mikor Éron elküldi nekünk az 1500 dolláros fordítás számlát, akkor majd nézzünk, mint halasz Ez nem lehet így. Ja. Mondja, nem ilyen? ilyen lehetőségek vannak, hanem azért gyertek. Azt mondom, hogy azért kell eljönni, mert ahogy te mondtad, Csárli, vagy Fifika, valamelyik mondta, hogy ez tényleg az elektromos szigaretta történelem egy darabkája, sőt egy élő darabkája lesz, amiben részt lehet venni. Ez a film, egy egész estés, elképesztő minőségi, nagyon-nagyon klassz dokumentumfilm, amit, ha megnézzük, a premier, nyári premierjétől kezdve túl sok helyen nem mutattak be az egész világon, tehát összesen 20-szor sem mutatták be még világszerte, talán tízszer. Krisztián? És ezek között volt például olyan, hogy egy különvetítés a Kapitóliumba az amerikai kongresszusnak. Krisztián, mes meséld el a többieknek, hogy tudod, mondtam neked múltkor, hogy a, a Stefánéknak szóljál már a, a, az Osztrák Vaper Szövetségnek, hogy ha akarnak, akkor nálunk, hogy mi volt a válasz? Ja, 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 igen. Szegény Stefán. <laughs> Stefán kiakadt, mint a kakukkos óra, hogy ez hogy sikerültető hoznotok? Négy hónapja várok a válaszra a premier kapcsán. Úgyhogy, Igen. Nem, szegénynek, akarjuk, szegénynek, nem hogy... magunkat akarjuk fényezni, hanem. Bocsánat, mit mondtál? Mit mondtál neki? Mondtam neki, hogy perzisztensek voltunk, nagyon kitartóak voltunk, ennyi, nyomulni kell. Igen, tehát ö, ö, nem. És úgy, ugye, hogy Németország, tehát a német felirat már megvan hozzá. Tehát ez csak annyi hogy volna... nem. Nem is Németországba szinkron lesz, bizony. Na! Aztán pláne. Tehát. Ugye, ugye. ugye. Ja. Szóval, szóval ez, ez nem természetes. nem egy mindennapi esemény. És, és, és ez egy díszbemutató. Egyszer lesz olyan alkalom Magyarországon, hogy először mutatják be ezt a filmet, ami tényleg egy nagyon durván jó film. És Krisztián, ne felejtsük el azt a három embert, akit nem mondhatunk még el. Csak külön-külön hát, egyenként is. De együtt. Uh -huh. Ez olyan, Ez olyan, mint mint hogyha, mit tudom is én, a, az Apollo 13 legénysége egyszerre eljönne ide. És kezdet lehetne velük fogni, meg beszélni, meg fotózkodni. Hú! Übermenő. Képzeld el mondjuk a Bélát a, 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 ezeknek az embereknek a gyűrűjébe. Nem tudom, ki lenne a nagyobb sztár. Határ. És azt a nótát ismeritek? <síl> <síl> És földolgoztam a földolgozásom. Ja. Szóval, ha valakinek netán a fejében az a kép alakult volna ki, hogy ez egy olyan elektromos cigaretta találkozó lesz, ahol nem lehet ecigizni, és mellesleg még levetítésre kerül, is egy, 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 levetítésre kerül egy film, is. nem, nem erről van szó. Egy nagyon-nagyon-nagyon szignifikáns és egyedi megismételhetetlen alkalomról van szó, amiről szerintem vétek lenne lemaradni. És amiért én például még mindig roppant irigy vagyok, hogy te ezt a filmet már láttad Varsóban. És nem vagyunk sokan világszerte, akik láthattuk. Jó, persze nyilván a több ezres filmfesztiválok Dél-Afrikában, meg új zélandon az kivételt képez, de hogy alapvetően, alapvetően igen. Hát. És, és a legjobb eshetőséggel szá... először is egy dologban vagyunk gyengébbek, mint mondjuk akárhol máshol, hogy a mozinak annyi az össz hibája, zárójelbe, vagy idézőjelbe, hogy itt nem 4K képes a vászon sem, és a mozigép sem. De full HD. <kül> Tehát ennél már csak akkor lehetne jobb, hogyha nem egy ilyen patinás moziban, hanem mondjuk a korvinban tartottuk volna, ott van 4K képes gép vagy az Odeon hálózatban van 4 k gép. Szerintem a helyszín pótol a 4K Persze, persze, persze. Ötlából. Tehát ez most nem az lesz, hogy izé nézed otthon a Gömb tévét, nem azt kell elképzelni. Csak, hogy, hogy már csak ennyivel lehetett volna überelni a dolgot. Nagyi, a vendégek nevének tudatában talán többen jönnének. Hát, az az igazság, hogy nem mondhatjuk el. Hát Még ez nem, egy, igen. Ez egy olyan dolog, hogy... De, de lesz egy olyan pillanat, amikor elmondhatjuk. Igen, igen, igen. Azt mondja valaki Blacky, Blacky és Blacky. <laughs> <laughs> <R2 D2 gül> 3CPO. <laughs> Felhő azt írja, hogy Bali, mindegy, az a baj, hogy még erre az előadásra is lassan mennek a jegyek, így ezért ezt kellene mindenkinek promótálni és felemelni a seggét mindenkinek a fotelból, már csak azért is, hogy ezzel legalább azt a munkát értékeljük, amit a szervezők beleraknak, és megtiszteljük őket, nem beszélve még az egyéb folyamatban levő ügyekről. Ne azért ö, támogassa senki, hogy minket értékeljen, hanem azért, hogy megnézze a filmet, és azért, hogy eljöjjön ide a film. Nem miattunk. Hát mi sem magunk miatt csináljuk. Szerintem nem? Nem. Hát nem, hát persze. Meg ott volt egy á, ti, ti nem? Ha, ha, mag, bocsánat, ha magunk, csinál, magunk miatt csinálnánk, akkor egészen fura klinikai esetei lennénk a mazoizmusnak. Ha magunk miatt csinálnánk, akkor Krisztián elintézte volna, hogy cicás pólóba is jöhessen például. Vagy hogy macskát bele is ne Csak cicás pólóban lehetne jönni. Ja. Tényleg ez mindenkinek saját jó fölfogott érdeke. De annyit, komolyan mondom, már annyit beszélünk erről a filmről, hogy tisztára frusztráló, azt hiszik, hogy... És egyébként néha el is kell gondolkoznom rajta, hogy valaki kérdezi, hogy mi a helyzet, hogy nehogy elkezdjem mondani, mert lehet, hogy nekem ez fontos, meg, meg, meg ez most a, a top egy, amivel foglalkozik az ember a szabad idejében, de másnak ez, ez nem ennyire triviális mondták már mások más csoportban, hogy az a lényeg, hogy csak legyen likvid, meg ezért a többi nem számít. Igen, valakinek az a preferencia. Nekünk meg Igen, csak mi sem azért, most, most nem azért van itt kamera, meg Facebook, mert én ilyen extrovertált vagyok, hogy én szeretem, hogyha engem emberek néznek, hogy beszélek, meg ülök a mikrofon mögött, sőt, ha lehetne, akkor így, így, így eltakarnám a fejem a mikrofonnal, sokkal jobb lenne. De azért csináljuk, hogy minél több emberhez eljusson az, hogy van. Mert még mindig egy csomóan nem tudják. Értetlenül hát egyrészt, állok a helyzet előtt. Egyrészt másrészt meg akik odáig látnak el, hogy legyen likvid, azt jól van, ők egy nagyon kis szeletét látják a képnek. És van egy nagyobb kép, amit, amit meg mi nézünk, és ugye nézzük évek óta, tehát amikor már jött a híra, hogy jön a TPD, és elkezdte Szócska Miklós a nikotina, stb., akkor már nagyon lehetett látni, hogy itt komolyabb dolgok lesznek. És igen, igaz, csak az a lényeg, hogy legyen likvid meg ercigi, csak hogyha rajtuk múlik, akkor nem lesz. És ezek a vergődések, meg bizbaszolások, amiket csinálunk a podcasttől kezdve, a bírósági ügyeken át a Billion Lives premierig, ez mind-mind az, hogy a nagyobb kép szempontjából haladjon előrébb az ügy, mert hogyha ülünk és semmit nem csinálunk, akkor szépen azt csinálnak velünk és az elektromos cigarettával, amit csak akarnak, és egyik nap arra fogunk fölkelni, hogy nem kapni nem lehet, de ránk rúgják az ajtót és kicsavarják a kezünkből azt is, ami nyilván kis túlzással, de Hát annyira kis túlzással, hogy azért a, a távol keleten, igen, ez van, mert ugye beszéltünk már podcastben, hogy van olyan ország, ahol otthon sem lehet, sőt, bemegy a rendőr, átkutatják a házadat, és elveszik az elektromos cigarettadat és igen. be is visznek a bíróságra. Ö, Úgyhogy mi azon güzülünk, hogy ne gipsziakabnak legyen likvidje, meg készüléke, hanem annak a pár százezer elektromos használónak és annak a 3 millió dohányosnak is meg legyen a lehetősége, hogy elektromos cigarettát használhasson. És ahhoz ilyen ívvidókat kell csinálni, mint például a, a, a Billion Lives Premier, és a többi, és a többi. Aki egyébként drágája, pont most jutott eszembe, valaki írta, hogy sajnos Angliában van, nem tud menni az egyetlen magyar premierre, viszont itt Angliában elmegy megnézni november 16. Tegyük hozzá, november 16 Angliában már nem a premier, hanem a, a demand vetítés, tehát a rendes forgalomba kerülés van, és aki sokalja a 2500 forintot, az nézze meg, hogy Angliában mennyi egy jegy, 12 font, egy darab jegy egy rendes mozi, tehát a melletted majd a pattogatott kukoricát ö, eszik, meg a nacsoszt ö, tunkolják, ropogtatják. Tehát a, a, az összegekről ennyit. Viszont tegnap ugye kiderült, hogy medvelendből is jönnek, és most is bejelentkezett, szerintem ő volt az Székely udvarhely is küld végvári harcost, jegy megvan, találkozunk. Gyerekek, ennyi. Hál' Istennek, ennyi. ennyi nem mondjátok, hogy Bud Budapest, Magyarország az az olyan rohat nagy, mikor, mikor Székely helyről jönnek. Igen. Igen, írja is a, a írja is a srác, hogy 12 font kint. Na, jó mondtam. 12 font, majdnem 4000 forint. Ilma kérdezi, hogy í, nem mondom ki a nevét, kívül van még valaki, akinek hiába rágják a szájába mi miért történik, makacs módon figyelmen kívül hagyja a tényeket? Ja, nem mindegy, neked úgy sem akarsz jönni. Ja, nem mindegy, neked úgy sem akarsz jönni. Hát nem tudunk mit. Tehát... nagyok, ok, nagy a tömeg, mindig lesz, aki, aki ha azt mondod neki, hogy van, akkor azt mondja, hogy ó, oh, de drága. De van utána ingyen after. Ah, de akkor is. Ö, kell venni. Ah, figyelj, csak öltöz föl szépen. Ah, de messze van Budapest. De hát azt. telekocsit is szerveznek. A oh, nem érek rá, szül a macskám. Na, erre Én... szoktam mondani, van, van egy ilyen régi, jól bevált uh, mondásom, hogy. Uh, ősi dakot a közmondás. Ősi, ne azt kerest, hogy hogyan nem, hanem hogy hogyan igen. Tehát <kül> különben a, a hátrafelé fogsz haladni, nem előre. De hát. Szerintem. Szerintem egyébként én, mint az örök optimista társaságból, szerintem meg lesz a teltház. Tehát én is arra várok, hogy megkapjam a fizumat, és akkor szépen az én kis vendégeimet is meginvitálom a megfelelő módon, ahogy mindenki más egyébként. És ennyi. Szerintem sokan még a fizura várnak. Ö, igen, csak egyet nem szeretnék, hogy... Majd valaki azt mondja október 15-én, hogy ó, én 10-én kaptam fizetést, de már csekkekre meg izére elment, de majd november 10-én. Hát addig nem fogunk tudni várni, sajnos, mert az nem azt jelenti, hogy nekünk november 12 ei vetítésre november 13-án kell fizetni. Ez csak úgy, ilyen kis háttérinfó. Igen. Azt mondja a Fater, annyi telekocsi Igen, mozog, lesz Pécsről. És összes hugomad, Na, nem hallasz, Charlie. De hallok. Ja, jó, akkor mondja te. Bocsánat, csak közben Fater írt, hogy annyi telekocsi lesz Pécsről, amennyi kell, ennyi. És hogy legalább nem csak ő lesz egyedül széke, egy csávó. Faszaság. Szóval én tényleg úgy látom, hogy ez egy, ez egy abszolút családi esemény, tehát nyugodtan el lehet hozni a, a, az egész családot rá. Én is viszem az egész fereputyot édesanyámtól kezdve, a húgaim, a húgampasia, tehát így... Gyerekek, gyerekek, ez óriási. Most írt a bárány, Miki, kedvence. Most vettem egy Volvót, és minden pénzem elment. Nincs 2500 forintom. Hát ezt nem hiszem. Hallod, Akkor Miki? Ilyen van. Dobjuk be, dobjuk be a Volvo-t a kezesbe. Jó, megint megcsappantunk, és kíváncsi vagyok, hogy megint elkezde szaggatni, mikor azt mondom, hogy. Ding 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 ding. Nyereményjáték, második felvonás. Mindenki készítse a hallójáratait. Ott lőrinc Csaba, szerintem a válaszról maradtál le a második nyereményjátékhoz, mert a podcast elején is elhangzott, mondjuk mostanában is. Ismét elmondom, hogy lehetőleg olyan, olyan játszon, aki még nem támogatott bennünket. Szép ruha, eljöjjön a vetítésre, és eljöjjön az afterpartira. Csúnya dolog lenne, hogyha valamelyiket megígérné, mondjuk eljövök a vetítésre, meg az afterra, és utána nem jön el együtt kocintani velünk ennek a nagy ünnepének a tiszteletére. Tehát aki ezt tudja teljesíteni, az írja be. Köszönöm szépen, és akkor a kérdésem, most ezt magamtól találtam ki, és nem kell, hogy segítsetek, bocsássatok meg. A kérdésem pedig az, hogy lehet, hogy Fifika, te még bedobhatsz majd még egy kérdést, és akkor extrázunk, és három, három nyeremény lesz. Wow, 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 wow. Tehát az én kérdésem elhangzott már az adásban, Éronékkal jelen pillanatban hány olyan extra vendég jön, akik nagy durranások, és nem mondhatjuk még meg a neveiket. Elhangzott az adásban többször is. Ó, most ír az óra közben, hogy ideje felállni és mozogni. Hát most nem mozgunk, mert podcast van. Jaj, de gáz. De, de hogy... ez az óra, Charlie. Pff, de gagyit, nem, tud... órát. Igen, nem tudja, hogy podcast van. Pedig az előbb szólt, hogy podcast. Ha nem tudja, de hülye. Nem jönnek a válaszok. Addig kortyolok én is. Nyúkálok le balra közben, meg jobb oldalon van a víz. Oh, meg is van a nyertesünk. Borsodi Dávid. Hát... Szabó Sóki Zoltán, Péter Kálmán, Hevesi, erről lecsúsztatok. Borsodi Dávid volt, de mindenki jó megoldást adott. Három, három, három olyan vendég jön, akinek még nem mondhatjuk el a nevét, de nagy durranás lesz. Akkor fölírom a nevedet, és te is légy szíves. Nem tudok egyszer írni, meg beszélni, várjál. Vedd föl a kapcsolatot velünk az info kukac billionlives.hu elektronikus levelezési címen. Igen. abillionlives.hu. És írd meg mondjuk még a telefonszámodat. Jó, akkor ö, azt most nem olvassuk, az sem, az sem. Filip Gregory is csatlakozott, Serbus Gergely. Hello hello. Rólad, hello, hello. rólad is volt szó az adásban, erről lecsúsztál, majd vissza tudod nézni. Ja, csak szívni kell. <laughs> nem, nem az volt. De az is jó. De az is jó. De, az, de az, is. az is volt, igen, de az is jó. Ah, de bevertem a kezemet. Azt mondja. <laughs> Ma bárány Miklós megpróbálja kiugrasztani a nyulat bokorból. Felajánlok egy jegyet annak, aki elmondja, ki az a három vendég. <laughs> a szép challenge lesz. Azt mondja Matrix, egy kérdés, tegnap regisztráltam, holnap utalok, de az afterpartit nem jelöltem be. Most vettem észre a visszaigazoló levélben, viszont szeretnék elmenni oda is. Indít csak újra. Köszi a választ. Na, Hát az van, hogy már itt a user interfészt már M plusz egyszer optimalizáljuk. Az én kérésemnek megfelelően Krisztián már kisárgította. Nem tudom, hogy nem vetted észre. Lehet, hogy tegnapok még nem volt kiélesítve, de végig kell értően szépen komótosan olvasni. Ö, meg tudjuk módosítani. még időben vetted észre. Igen. Ne rendeld meg újra. Infó a billionlives.hu e-mail címre. Írd meg légy a rendelés számodat, és akkor megmódosítjuk kézzel, és akkor ennyi a teendőd tulajdonképpen. Jó? Tehát egy e-mailt írjál nekünk a rendelés számmal. Gyura Laci, lemaradtál basszus. Lehet, hogy a, a jegyre gondolsz, de még lesz ma egy kuponunk, ami Fifika neve fogja fémjelezni, tehát mindenkire jut egy fényes kupon a mai napon. Yes. Szóljatok a többieknek is. Hát kupon, mert nekünk mondja, mi meg beváltjuk ingyen. Ne, Ilma, nem te voltál az egyetlen. Szerintem egy csomóan azért nem írják be, mert nem tudják, de majd annak idején, ha egy kicsit földúzzatta a tömeg, a vetítés előtt kifogom azt levélben küldeni mindenkinek, hogy aki nullát írt oda, hogy biztos jól gondolták-e, hogy ha lesz még szabad hely, akkor. És akkor azt majd tömegesen megmódosítjuk. Csak hogy ne legyen belőle probléma. Na, van még témánk, fiúk. Van egy téma, Blacky találta, nagyon érdekes mindent elmond ezekről az elmebetegekről, akik világszerte az elektromos szigarettát szabályozni próbálják. Most a, az idióták végtelen tengeréből éppen az FDA bukkant elő egy bizar testű bálnaként, és ha hiszitek, hanem a dió gyógyszer. Megismétlem, a DIO gyógyszer az FDA szerint. Adott egy Teljesen átlagos, Egyesült Államok beli ételeket, foglal, ételeket készítő és forgalmazó cég, a Diamond Foods, akik speciál dióra szakosodott ö, ételeket is árulnak. És nem átallottak ezek a disznók olyan információkat közölni a vásárlókkal, hogy a dióban található omega-3 zsírsavak ilyen-olyan jótékony élettani hatásokkal rendelkeznek, úgy alap alapvetően a dióról, a diófogyasztásról, meg a dióban lévő mindenféle atóanyagokról tudományos bizonyítékok vannak, hogy igenis élettani szempontból nagyon-nagyon jótékony hatással vannak, speciál tényleg az omega-3 egy csomó mindenféle borzalmas dolgot meg tud előzni, vagy segítségre lehet az embernek, hogy megelőzze ezeknek a szörnyű dolgoknak a kialakulását, tehát nem csak úgy előrángattak a hátsó felükből marketing bullshit és aztán rá placsintották a, a, termékeik dobozára, hanem tényleg ezek tudományosan megalapozott állítások, hogy alapvetően diót fogyasztani egészséges, és jót teszel magadnak vele. Na most az fda aki ugye jó kitalálta, hogy az elektromos szigarettát is hogyan kell szabályozni, a következőt írta a Diamond Foods-nak. Az önök diós termékei gyógyszerek. Nem lehet legálisan reklámozni és piacra hozni az Egyesült Államok területén, anélkül, hogy új gyógyszerekhez szóló, ö, engedélyeztetési eljáráson átesett volna. Éterről van szó, amiben dió van. Szerintem a sobert Norbit odakint már leültették volna, azt vágod. Tehát... Az simán, a simán. <laughs> Tehát ez, ez valami elképesztő. De tényleg. Tudod ez a. a... Itt, itt, a hurka, hurkareklám, hurka reklám, azt az FDA, tehát így az és, hol van a és hol van a gyógyszerészeti engedélyezési száma? Hát, öcsém, ez két, ezek kész vannak. Minden nap Én egy lesz. alma. Úristen, úristen. Ez emlékeztet egyébként a Szócska biklós fél, a nikotin az gyógyszer, gyorsan, Igen. gyorsan, adjuk a kabátot föl, de milyen menjen személyesen leraziázni néhány e boltot, mint szakértő. És, uh -huh, uh -huh. A nikotin gyógyszer, ezek a gyógyszerek, hol a gyógyszerészeti engedély? Értem, értem. És az még egy ilyen, az még egy ilyen absztraktabb téma, hogy a nikotin most az-e vagy sem, de mint ugye a bírósági ítéletekből tudjuk, rohadtul nem az. De ez, hogy dió, dió. Tehát ez olyan, mintha ezeknél a, a, a hivatalos intézményeknél, akik ezekkel foglalkoznak, direkt és elnézést kérek ezúton is minden szellemi fogyatékostól, hogy egy napon emlegetem őket, mintha direkt szellemi fogyatékosokat alkalmaznának. Tehát tényleg, amit sokszor elmondtam, ezek vagy tök hülyék, vagy szándékosan rossz, rossz indulatúak. Bármelyikről is van szó, nem a jó helyen vannak a karrierüket illetően, mert embereknek ártanak. Nem normális normálisak, tovább. Fiúk, porszem került a gépezetbe. Wow. Most, most jelezte e-mailen nekem az egyik nyertes, hogy ö, megtisztelő a nyeremény, viszont egy Matrix nevezetű felhasználó előtte írta le a választ pár kommentel. Amennyiben mégis engem találnak nyertesnek, elfogadom a nyereményt. Jaj. Ja, igen, közben megvan a név. Ő a legelső volt a T7404, úgyhogy köszönöm, hogy ilyen korrekt voltál, Milán. És írtam neked egy levelet, hogy írd meg a neved, mert csak az e-mail címet néztem, az meg nem mondott nekem semmit. Akkor ezt én javítom. És Matrix tette föl az előbb a kérdést ezzel a tegnapi regisztrációval kapcsolatban, és hogy holnap utalna, akkor. Matrix, írd be, hogy láttad, amit mondok most, nem kell, hogy utaljál, mert mi akkor így le is rendeztük ezt a dolgot, csak írd meg nekem a rendelés számodat. Mert Mátrix viszonylag kevés van. Na. Ne adjunk ötleteket a pálinka, a bor és a sör is gyógyszer. Igen, a Norbi világdíjat nyert ott csak mondják. Matrixnak mondom, info kukac a billionlives.hu és, és most Fater, Fater úriember nem csibész, Nyilas Milánnak, amiért ilyen úriember volt, azt mondta, hogy felajánl Milánnak egy jegyet. Na, most szóljatok ez az élőadás varázsa, nem? Tehát, hogy Igen. Nagyon. Én még azt szeretném javasolni igazából, nem bírok leszakadni az előző témáról, <laughs> hogy Unrudi Zoltán Gusztáv doktor és barátai el kellene kezdjük törni a fejüket azon, hogy lerazjázzák a fitness klubokat, hogy van-e nekik vajon gyógyszerészeti engedélyük, mert egyértelműen például az ott lévő fitnessgépek, azok változásokat okoznak az ember szervezetében, élettani hatásokat érnek el, stb. stb., sőt szerintem még nem átallanak úgy reklámozni magukat, hogy pozitív élettani hatás gyakorol a szervezetre a rendszeres testmozgás, és ez egyértelműen <laughs> gyógyszerészeti engedélyezésen kellene, hogy keresztül menjen. És fifika, például te, amikor beveszed az ilyen típusú gyógyszereidet, akkor te kettőbe szoktad vágni a futópadot, mielőtt lenyeled, vagy én egyben? Én két félkezes súlyzót használok, tehát nem, nem szoktam így, nem is tudom, egyszer tönkrement a vállam a, a fekvenyomópadon, mert pakoltam a súlyokat, mint a barom, és azóta csak ilyen két, öt, meg tíz kilós egykezes súlyzom van, de kettő van mindegy kettőből. Tehát van egy 20 kilós, csak ketté vágtam, értem. Hmm. Most jut eszembe, basszus, el kell szaladjak, mert én hülye a cipőszekrénybe tárolom a sportcipőmet, és gyorsan át kell raknom a gyógyszeres fiókba valahogy. és kaptál hozzá egészségügyi tájékoztatót? Hát nem basszú, semmi apró betűs. Na részt. ugye, 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 ugye. Ugye, ugye. Mehettünk az összes cipőboltba, ahol sportcipőt árulnak. Jelen sportcipő használata előtt kérdezem meg orvos egy gyógyszerészét. Ez kész. Komolyan. De hogy az neked megvan, megvan, mert beszéltünk már róla, hogy, hogy az alkoholokkal mi van? Tehát, hogy a, a citromos sör... tabu. A citromos sör, érted? Meg a, a cider, meg az ízesített szírszarok. Hát ezt miért nem tiltják be? Hát ugye, meg úgy alapvetően az ízesített ételeket is. Hát nem gondoltál még rá, hogy ez a, renge, De... a fűszereket, ez a rengeteg fűszer, megeszel egy jó egészséges ételt, amiről nem mondhatjuk, hogy egészséges, mert akkor gyógyszerészeti. Van gyógyszerész végzettsége a szakácsuknak? Kérem. Mi az, hogy egészséges ételeket árulnak? Mihez képest egészséges? Na mindegy, hogy, hogy bizony, bizony, egy jó, jól elfogyasztott egészséges étel után könnyen lehet, hogy valakinek olyan gondolata támad, hogy eszik egy kis kevésbé egészségeset, úgyhogy kapu az egészséges étrend, kapu az egészségtelen étrendhez. Egyértelműen pusztulásba taszajtja az egész emberiséget. De azt, az uh, citromos sör, tehát nem, nem, véletlen mondtam, mert ezzel kapcsolatban volt egy sztoria múlt héten. A nejem az uh, pedagógus, illetve gyógypedagógus, tehát uh, nem véletlen, hogy uh, az én kezelésemhez is szerzett diplomát. Cipésznek a cipője, Lukas? E, igen, gyógy, gyógypedagógusnak meg hülye a férje. Tehát, és át, átment a kedves nejed gyógyszerészeti engedélyezési eljáráson? Nem, nem, nem. nem. hogy <laughs> <aj>, <laughs> ezt mondom neki, hogy ne nagyon hangosztast, hogy gyógypedagógiával foglalkozom, mert nincs gyógyászati engedélyed. Na mindegy, és képzeld el, hogy a, a, e, tehát első osztályos gyerekekről beszélünk. És e, tíz órakor az van, tudod, hogy mindenki kipakolja a kis padra az otthonról hozott cuccait. <laughs> Gyerek kirakja a kis mit tudom én, vajas kegyerét, lenyúl, és előveszi egy citromos sört, és oda rakja mellé. <laughs> Oh, és, és, és halál komolyan így, és mondja nekem, nem mit tudom, hogy Pistike, hát mi az? Hát tanárnénél nincs alkohol. Apukám adta, hogy ezt hozza el, mert ő nem szereti, és kiradta a citromos sört. És akkor most, most mi van? Tehát a nulla százalékos citromos sör az nem kapó az alkoholizmushoz? Hát... Uh... Vagy a kölyök, <laughs> vagy a kölyök pesgő, tehát egyszerűen agyrém, érted? Mindegy. De aranyos volt. És akkor írt a szüleinek, hogy hát legközelebb azért, hogyha lehet, ott van azt hiszik a gyerek, amit akar, de hogy így az iskolában ne sörrel jöjjön már így üdítő helyett. Hogy egy üveg alkoholmentes viszkivel. Az. Az, 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 meg, az, meg a ízét. az meg egyébként élő probléma, hogy ötödik osztálytól fölfelé. És ez a városi iskolákban szerintem fokozottabb. ötödik osztálytól fölfelé energiaital. Érted? Az amúgy is hihetetlen módon fölpörgetett gyerekek, energiaitat, 5. 6 hetedikes gyerek energiait a, tehát nem is értem, érted, és nincs rá törvény, tehát bemegy az élelmiszerbótba, leveszi a, a bombát, beteszi a kosárba, kifizeti azt kijel. Ez egy olyan terület, amivel nem kell foglalkoznia, tehát például ilyen, ilyen... Összeradatot ellátó szerveknek, mint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet. Ilyen dolgokkal nem kell foglalkozni, mert ez nem probléma. Az, ez van sokkal fontosabb egy, nála. Hogy... Az, ha egy dohányos egy ártalomcsökkentő eszközzel elkezd nem dohányozni, az fölháborítóan botrányos, úgyhogy ezzel kell foglalkozni, hogy ne hagyjuk már szerencsétlen dohányosokat, hogy úgy hagyják abba a dohányzást, ahogyan ők szeretnék. Ez egy kardinális kérdés, de az, hogy kisiskolások tart szlopálnak egész nap, az nem, most senkit nem érdekel. Tehát ennek a, a gondolkodásnak a mentén az összes cukorpótló készítményt be lehetne tiltani, mert ha azt mondjuk, hogy a cukor egészségtelen, akkor a cukorpotló készítményt meg kapó a cukorfogyasztáshoz, nem? Mert hát olyan, ilyen. mint, hát olyan ilyen. mint a cukor. Ugye nincs benne kalória, meg nem hízik el tőle, meg nem emeli meg a vércukorszintet, de kapu a cukorfogyasztáshoz. Tehát én a fehér halál. A fehér Számtalan példát lehetne még hozni a, az, az, életből. Ezek valamiért pont a cigarettát, az e-cigarettát szúrták ki maguknak, és és mi meg ezt szívjuk hát, <laughs> szó, szó mert, szerint. <laughs> mert az energiaital nem űzi ki őket a bizniszből. <laughs> Tehát tényleg, nézd meg, mi volt Új-Zélandon. És tényleg, amikor ilyeneket mondtunk az elmúlt néhány év alatt, akkor csomóan azt mondták, hogy összeesküvés elmélet, meg hülyeség, meg ilyenek. Mi a fene volt Új-Zélandon? Közölték, hogy mivel vannak ártalom csökkentő alternatívák, ebbe az irányba nézelődnek, úgyhogy jövőre megvágják a dohányzás visszaszorításával foglalkozó intézmények és szervezetek költségvetését, mert már nem kell nekik annyi pénz, hogy fölöslegesen szórják el a nem működő megoldásokra. És, és, amikor összefüggés próbálok találni a között, hogy ezek az intézmények elektromos cigaretta ellenesek, meg annak a veszélye, hogy ne hagyj Isten az elektromos cigaretta szépen, elavultá teszi őket, és nem lesz rájuk szükség, akkor hülyén néznek ránk, hogy hogy mondhattok ilyet. Hát így, és itt nálunk Igen. még itt a kis Porszemországban ugye nincs, is akkor a pénzről szó, de mint a Billion Lives kapcsán most volt a Forbes-on a cikk, ahol feszegették ezt, hogy ezer dollár, milliárdok éves szinten ami pénz ömlik bele ezekbe a szervezetekbe, akik abból élnek, hogy az emberek dohányoznak, és ezek fölöttük állnak, és így ingatják a mutatójukat, hogy ennye bejnye, ne dohányozzatok már, és aztán kb. ennyit csinálnak szórják a pénzt, egy részük nyilván a zsebükben marad. Hát ezért nem szeretik ők az elektromos cigarettát. Charlie, így uh, itt vagy még velünk? Itt vagyok, csak közben én a két emberrel leleveleztem a dolgot, meg leadtam a rendelést, meg olvastam a időben kommenteket. Ne már, Charlie. Én kérek elnézést. Mondok egy pár szót azért. Látom, hogy csatlakozott Brenyó. Brenyó, láttam a Támogatásodat, viszont a saját nevedre adtad föl. Ezek szerint hazajössz, vagy kérdezem én, hogy Blackit támogatod vele, vagy kérdezem én, hogy más valakit-e, mert akkor annak szüksége van az e-mail címére, meg a nevére, hogy meg tudjam módosítani, hogy ő kapja meg majd a, a jegyet. Ez volna az egyik. A másik pedig, hogy Sofőr Gyuri kérdezte, hogy tudható a premier jelenlegi állása? Mire vagy kíváncsi? A pénz nem tudható, a, a szabad székek, meg fölmész a billionlives.com per Hungary oldalra, és ott a támogatás gombra, ha kattintasz, akkor ott fönt prompt kiírja, hogy, hogy mennyi a, a szabad hely. Ennyi. És kérdésetekre a választ nem alszom. Oké, <laughs> okay. Uh, a harmadik uh, sorsolást? Igen, csak közben azt mondja Neményi Válint, hogy felajánlanám, de kiírtad ma, hogy már nem kell felajánlás. Hát de, hát nem olyan nem kell felajánlás. Jaj, Brenyó, aludjál többet, vagy én nem tudom. Felajánlás az még mindig ö, időszerű, csak akkor írjál nekem E-mailre egy, egy nevet, meg egy e-mail címet, aki eljönne majd, ha te nem jössz. Vagy esetleg elküldöd a kis rabszolgádat, a vizét, a blackit, vagy nem tudom, hogy mire gondolsz. Mm. És akkor uh, mit kérdeztetek? Kérdeztetek valamit, vagy itt a csetet olvasom és arra akarok válaszolni? Ne röhögj, hát M plusz egy szálon mozgatom itt a dolgokat. Igen. Azt kérdeztem, hogy ne sorsoljuk ki a harmadik. De, sorsoljuk ki. És akkor jön az, hogy ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding, játék. Oké, okay, mindenki készítse az újját. Az fogja jegyet nyerni, aki a legelőször beteszi a csedbe a Billion Lives magyar feliratos YouTube videójának a linkjét. Mármint, hogy a trailerét. a legújabbat, mert hogy kettő van. Feszült várakozás. Ez a Balog Dávid, ez egyre idegesítőbb. Már megint odaírta, hogy nem mondja el még egyszer, hogy nem jön. Oké, okay, értettük Blacky. Csak egy ilyen kis gyenge vicc volt. Hát de legalább a reménykedést hagyja már ja, meg nekünk. Ja. Hogy ez lesz Értem? majd egy... Ez lesz majd egy... Én mondtam, ha élet, ott lesz... Életnagyságú a... Ha ott lesz Darth véper, én Artudítónak költözök. Ennyi. Ez ám a challenge. De egyébként meg majd a következő játékban majd az lesz, hogy és szerintetek Blacky jön-e vagy nem? Hú, mindenki gőzerővel keres. Azt te, hallom, ahogy így a, YouTube most így meg, megrodjant. Tehát <kül> Na, én tettem még be egyébként a notes-ba egy big-big-big föliratú cikket, azt nem tudom, megkattintotta de Krisztián. Engem. engem meg se kérdez már? Téged nem kérdeznek, mert te multitask vagy a, a mindenféle cseteléssel. Gyerekek, az hogy lehet? Hogy ha most mondanék egy nevet. Vagy ha gondoljatok egy névre, hogy ki köszönt be a csöten, de ne nézzetek rá, csak mondjatok egy nevet. Ne, Előttem Nincs Facebook. Jó. Előttöm KMG. Micsoda. KMG. Ó, miből lesz a Cserebogár? Ez nem KGB volt. Nem. Hülye, <laughs> az egészen más. A jegyek helyhez kötöttek, nem Milán, nem helyhez kötöttek. Hát ő már mint az Urániához, igen. <gül> <gül> Úgy, igen. <laughs> érkezési sorrendben történik a helyfoglalás. Először a nagyon fontos emberek, már hogy a díszvendégek. Meghívottak, igen, a díszvendégek. Igen, aztán azok, akiknek a nyakában paszlóg, és utána azok, akiknek a csuklóján van billog. Na mi van? Nem jönnek a linkek. Hát nem akarnak itt az emberek. Nyerni. Vagy nyerni. nem hallották, hogy mit kértem. Oh, ma betette. <hül> Kattintson meg valamelyikötök, mert én nem akarom itt a telefonról. Most föl kell mennem a Facebookra. Tehát előttem nem volt megnyitva. És köszönt is a Facebook! Jó estét Zoltán, és egy banán van a... Sarokba. Ja nem, ez a hold, bocsánat. Itt egy, ba <coughs> egy banán van a sarokba. Ez a hold. Nem baj. Béla nem vagyok ügyeletes. Hmm. Ez nem jó ez a cikk, amit betettél, fifika. Nem jó? Nem, és megolvastam, és. ilyen 12. Egy tucat pigyóval összefoglalja a dolgokat az USA-t illetően de hogy nem látok benne újdonságot. Nem tudom, föltűnte nektek egyébként, hogy azután jelent meg KMG, hogy kimondtuk azt, okay, hogy játék jó a, jó a link. Jó a link, akkor tóti Gyuszma, te vagy a harmadik mai. Szevasz, Miki, jó estét neked is. Jó. Fiúk, 2 óra 05-nél járunk, ez már egy el adásidő, Három nyertesünk van mára, eltegyük-e magunkat szebb időkre? Találtam egy érdekes bekezdést, Fifika cikkében egyébként, egy, egy említésre méltó találtam. Na mondjad hát, akkor el. Ami... Mondja, törd meg, törd meg a ritmus. még én sem találkoztam, hogy milyen hallgat a CDC arról, hogy a 2015-ös adatok alapján a fiatalkorúak dohányzása az Egyesült Államokban egy Egy-egy százalék, tehát 10 százalék alá esik. Az van. életben most először, és mindeközben látszik az ottani statisztikákból, hogy azokban az államokban, ahol korlátozzák az elektromos cigaretta hozzáférhetőségét, ott nő a dohányzás. Tehát kapu a dohányzáshoz, persze. Ugye erről beszéltünk a múlt héten, Krisztián, hogy a, a mikor fölmérték a piacot a, a nagy dohánycégek, akkor az ő statisztikájukból szöges ellentéte derült ki annak, amit ugye az egészségügyi ludditák folyamatosan mondanak. Tehát nem tudnak piacot bővíteni vele. Jó. Tehát a fiatalok, akik nem dohányoznak, nem fognak elcigarettázni. Pont. Ennyi. <kül> Nagyon fontos igen, kérdés a legvégére, fiúk. Na. No. Bárány Miki kérdezte, jut eszembe. Popkort lehet majd venni, mint egy rendes előadáson, vagy ez annyira elit lesz, hogy csak kaviáros szendvics lesz? Természetesen belug a kaviáros szendóval fogjuk dobálni egymást, mondjuk föntről. A kaviáros nacsosszal, igen. igen, meg szarvasgombát fogunk pöckölgetni Éron nyakára föntről a páholyokból. Így. Köteszembe, szarvasgomba reszelő legyen mindenkinél. Ne nem, nem, Fifika, Fifika, az csak a gyengéknek, és... akik azt hiszik, hogy ez fűszer. Nem. Egészben fogjuk haigálni. És ne feledkezzünk el, hogy az After afterpartin bikin is női ketrec harc, de ketrec helyett szarvasgomba pástétomban. <gül> <gül> és bikini helyet. Akkor ász vagyok, akkor ás vagyok, hogy harapom a szarvasgombát. Jó. Istenem. Na jó, tényleg, te tegyük el magunkat. Mizei Matyi, me Mizei Matyi megírta a frankot, hát magyarok vagyunk végül is. Azt mondja, Zsíros kenyér veres hagymával, hello! hello. <laughs> Egyébként igen. tehát. Egy kis piros authentic. paprikával. Ótentik. Igen, ótentik. Zsírban parintos. pirított hagymás kenyér. Jó, szerintem annyira agyhalottak vagyunk már, hogy tegyük el magunkat ö, jövő hétre, és majd ezt megvágom két perc alattira. A két perc két alattira? Perc. Az kemény lenne. Ennyi. Köszönjük. Az Sziasztok. Jó lesz. Hello. Az jó lesz. Az tényleg, az tényleg ajándék. Az áttekerősöknek igen. való verzió. És <laughs> lesz, aki még abba is beleteker. Igen, <laughs> a... igen, igen. Sziasztok. Hello. <laughs> Ügyet, nincs ennyi időm meghallgatni. Valaki elmondaná a lényeget? Ja. Jó van fiúk, incsünk búcsút a nézőknek, hallgatóknak 81-en vannak még 82-en vannak még 81 És akkor ez most kimarad még. a Facebook videó és aztán kimegy még az adás vagy ezt nem teszed ki ezt a videót? Kimarad, kimarad, mert van benne annyi információ szerintem, hogy jó. hogy jó ez ha... Akkor ez egy ilyen rendhagyó, rendhagyó epizód lesz Megvan az embereknek e, És akkor találkozunk jövő héten Addig is mindenkinek sok-sok belug a kaviárt és ö, vadgesztenyét akartam mondani, de természetesen szarvas gombára gondoltam, úgyhogy jövő héten veletek ugyan nem itt a videóban, de podcastben mindenféleképpen. Örülök, hogy itt voltatok, sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok! Kellemes életani hatásokat kívánok mindenkinek nikotinnal vagy anélkül, sziasztok!